Jó estét, tisztelt hangot, csak elnézést a késésért, de remélhetőleg nem csak rajtam múlt. Kicsit halkabban fogok beszélni, ma már 6 óra előadásom volt, és kicsit gyengül a hangom. Az előző előadásokon szó volt általában az univerzumról, meg általában a részecskékről, aztán megbeszéltük azt a részecskefajtát, amely végig jelen volt az univerzumban, és mindig, és mindenhol fontos szerepet játszott, aztán mindenki más a kölcsönhatásban állt, hogy ezek a fotonok voltak, és még most is kölcsönhatásban állnak az emberiséggel. Nobel-díjat hoz a háttérsugárzás. A legutóbbi alkalommal az antianyagról volt szó, tehát a részecske-antirészecske szimmetria réteg, mégsem pontos szimmetriának a kozmológiai következményeiről, arról, hogy egyáltalán maradt még a részecskékből álló anyag, amiből később mi felépülhettünk. Most pedig elérkeztünk az egyik konkrét fajta elemi részecskének a részben a tulajdonságainak a megismeréséhez, részben pedig, ugye ez a magasztos pillanat az univerzum történetében, amikor az első struktúrák létrejönnek, és ezeknek a kialakulásával, illetve a szerkezetével fogunk foglalkozni. Ezek az első struktúrák hát nem túlságosan nagyok, például olyasmikről van szó, mint a proton meg a neutron. Miért nevezi az ember ezt mégis kozmikus struktúrának? Hát egyrészt örüljünk neki, mert azelőtt nem volt semmi ilyesmi. Tehát az első ilyen objektumok, ha kicsik is, de a miénk. Másrészt pedig később is fontos szerepet játszanak. Azon kívül ezeken meg lehet ismerni azt, hogy mit is értünk, az, hogy kötött állapot, mi az, hogy struktúra. Az ember fölnéz az égre, ott látja például, most az előbb láttam, kitisztult az ég, és látszik az Orion, mint csillagkép. Vajon az ilyen értelemben kozmikus struktúra-e? Nyilván nem, mert az egy véletlenszerű alakzat, valahogy elhelyezkednek ezek a csillagok az égen, és az ember ebből a szögből a történelemnek ebben a pillanatában éppen fölnéz az égre, és ilyen furcsa alakzatot lát. Azon belül viszont az Orion köd, ami egy fizikailag létező objektum, az már egy ilyen értelemben egy kozmikus struktúrának tekinthető, az kölcsönhatások összetartják, az tartósan megvan. Ezek a csillagok, ezek másképp fognak mozogni kicsit később felnézve az égre, mert máshol vannak, hogyha máshonnan néznénk oda, akkor egyszerűen nem vennénk észre, hogy az az Orion csillagkép volt, de az Orion ködöt azt oldalról is lehet látni, mert az egy helyi objektum. Ilyen értelemben az, amivel korábban foglalkoztunk, tehát hogy itt-ott ilyen kis fluktuációk vannak, stb., azok sem tartós képződmények. Valahogy mint itt a levegőben, itt egy kicsit sűrűbb a levegő, ott egy kicsit ritkább, nem egy tartósan fennálló és fizikai kölcsönhatások által fixen és stabilan megtartott objektumról van szó. Ami most következik, az már ilyen. Hogy jönnek létre ezek a struktúrák? Hát az alapvető fogalom, ami ezzel kapcsolatos, az a kötési energia. Hogyha van két egyszerűbb objektum, és ezek valamilyen értelemben kölcsönhatásba lépnek egymással, tehát első közvetlenül azt mondjuk, hogy vonzzák egymást, akkor vonzó erő, akkor összehúzza őket, akkor munkát végez. Na, hova lesz ez az energia? Hát mozgási energiák, ezek zuhannak egymás felé, és elkezdenek mozogni. Mi történik? Hát elzúgnak egymás mellett. Ha egy nüstökös megérkezne a naprendszerbe, vagy mondjuk egy csillag mellé, akkor nem állna be ott körpályára, hanem elhúzna mellette, mert az energiáját megtartana. Ha csak valami extra kölcsönhatásba nem lép, le nem adja az energia egy részét. Ezt megteheti úgy, hogy például a csillag körüli porfelhőben súrlódással leadja az energiát, vagy hogyha a csillagnak már volt bolygója, és a beérkező üstökös elég közel megy ahhoz a bolygóhoz, akkor azzal némi energiát cserélve ő csökkenti a saját energiáját, és akkor már nem lesz elég energiája ahhoz, hogy elmenjen a végtelenbe, akkor már ő is beáll valamiféle ellipszis pályára. Tehát ilyen értelemben a kötött állapot kialakulásához, tehát a tartósan együtt maradó struktúrához az kell, hogy némi energiát a rendszer leadjon, kisugározzon. Ennek a legegyszerűbb példája a közönséges fizikában az atomoknak a létrejötte, hogyha atommagokat meg elektronokat valahogy összeeresztünk, azok elektromosan vonzzák egymást. Ha éppen szerencsénk van, akkor be tud állni egy elektromos turván mondva a körpályára, vagy valamilyen pályára az atommag körül, de csak akkor, hogyha az energia egy részét kisugározza. Ennek különböző módjai lehetnek, ütközésekkel, vagy fokozatosan ugrál befelé, mindenfélét csinálhat. Lényeg az, hogy kisugározza. És senki nem ad neki vissza energiát. Hogyha túl nagy a hőmérséklet, túl nagy az átlagos energia, ami egy objektumra jut, akkor hiába adta le ő azt a plusz energiáját, azonnal visszakapja valami éppen arra járó másiktól, például egy fotontól, és akkor ez az objektum ez nem jön létre tartósan. A univerzum történetek első félmillió évében, amikor nagyon meleg volt,
akkor atomok ezért nem voltak. Ugye adott energia, az ki lehet számítani, hogy mekkora hőmérséket, ez a bizonyos K-szorti, amikor körülbelül ennyi az energia. Amikor ennél melegebb volt, akkor ha véletlenül egy elektron leadta plusz energiát, és megpróbált keringeni egy atommag körül, akkor arra járt egy foton, adott neki energiát, és az elektron megint elszaladt. Tehát nem jöttek létre tartósan ilyen kötött objektumok, elmentek messzi a végteremben. Tehát az alap dolog az, hogy a kölcsönhatás összeszedi valahogy, összevonza az objektumokat, és hogyha leadják ilyenkor az energiájuk egy részét, akkor tartósan együtt maradnak. Mikor megy szét a rendszer, ha megkapja kívülről azt az energiát. Ha közben az történik, hogy az egész külvilág lehűl, annyira hideg lesz, hogy már nem nagyon jut annyi energia, amennyi ennek az objektumnak a szétszedéséhez kellene, nem jut annyi, akkor az objektum tartósan fennmarad. Most az univerzum ezt a átlag tendenciát mutatja, hogy mióta megszületett, azóta folyamatosan hűl. Azt gondolhatjuk, tehát, hogy akkor, ahogy múlik az idő, egyre kisebb kötési energiájú objektumok is létrejöttek, egyre lazábbak, mert korábban a nagyobb hőmérséket szét tudta azokat verni, később aztán kevésbé történik. Tehát elsőként nyilván a legerősebben kötött objektumok jönnek létre, melyik az, amelyeknek a létrejött, akkor a legtöbb energia sugárzódik ki, és ezért éppen a legnehezebb őket szétverni. És nyilván ezeket fogjuk a legkésőbb felfedezni, mert akkor nekünk, hogy ezt szét tudjuk szedni, ahol sok energia kell. Történetileg, hát az ember először mit szedett szét? Az ilyen nagyon lazán kötött dolgokat, mint tigris. Szóval, hát a viszonylag kis egyszabadsági fokra jutó energia tartja össze a tigris lábát a testével, hát azt néhány kőeszköz segítségével már szét lehet választani. Egyes molekulák szétszedéséhez már további munka kellett, hát például meg kellett tanulni főzni, tehát egy szabadsági fokra néhány száz Celsius foknak megfelelő energiát összpontosítani, és akkor a tigris már főzve is jó volt. Későbbiekben megtanultuk szétszedni a molekulákat atomokra, még nagyobb hőmérsékleten a molekulákba szétszedő atomokról már le tudjuk hántani az elektronokat, és létrejön az ion, és akkor így feltaláljuk a neoncsövet, meg egyebeket, ahol már ionizált gáz található a csőbe, hogyha megfelelő módon cincáljuk. Nem csak hőmérséklettel, tehát melegítéssel lehet a rendszereket szétszedni, hanem megfelelő másfajta energiaösszpontosítással, mechanikai ütköztetéssel, vagy például fénybesugárzással, amikor az ember azt tanulja, hogy fotoeffektus van, tehát fény hatására a fémből elektronok szabadulnak ki, ez is valami ilyesmi. Ott az elektronok nem az egyes atomokhoz vannak kötve, hanem a fém testnek az egészéhez, viszonylag lazábban, és a beérkező fény onnan ki tudja őket szabadítani. Tehát sokféle módon lehet kipiszkálni, szétszedni ezeket a kötött állapotokat. És így módon fedezték föl, egyre növelvén a hőmérsékletet, tehát az egy szabadsági fokra jutó energiát, így módon fedezték fel egyre apróbb darabokra aprítva a világot, tehát alkotó részeket. Mindig a minden szinten azt gondolták, hogy amit éppen látnak, azok az elemi dolgok, és onnan jöttek az ilyen nemek, hogy molekula, meg atom, hogy atom azt jelenti, hogy oszthatatlan, ehhez képest az atom részeiről beszélni, hát nyelvi önellentmondás, de hál' Istennek nem nyelvtanórán vagyunk. És akkor azt várna az ember, hogy később is ez így megy tovább. A múltkor már beszéltem arról, hogy közben segített egy olyan trükk, amire a fizikusok rájöttek valamikor a 20. század 30-as éveiben, hogy nem muszáj nagy hőmérsékletet csinálni, hogy minden objektum egyformán gyorsan szaladjon. Elég néhány részecskét felgyorsítani akkor a sebességre, mint amikor meleg volt, és mindenki egyformán gyorsan szaladgált, és akkor ezzel is létre tudunk hozni olyan ütközéseket, hogyha ez összpontosul egy-egy objektumra, akkor a szétszedi a kötött állapotokat, és külön meg lehet figyelni a részeket. Persze akkor mindig ügyelni kell, mert ha kicsi a hőmérséklet, akkor a szétszedett objektum hamar visszaáll, hogy a ionok rekombinálódnak és kisugározzák azt az energiát, amit adtunk nekik, meg egyebek. Tehát külön ügyeskedni kell, hogy ha másszer szétszedtük, akkor maradjon az tartósan külön, és az alkató részeket meg lehessen figyelni. Például, hogyha elektromosan töltött objektumok jönnek ki egy szétszedett nagyobb rendszerből, akkor erős elektromos teret rákapcsolva szét lehet választani. Erre gyertek pozitívak, arra gyertek negatívak, és akkor majd külön megvizsgálunk. Ezt lehet kémiában is, oldatokban is csinálunk ilyeneket, vagy például, amikor az elektront felfedezték, akkor gázkisülésű vagy vákumcsövekben nagy feszültséget kapcsoltak, és egyik irányba elszaladtak a negatív töltésű részecskék, másik irányba pozitívok. Az ember ezt várna, hogy ezt lehet folytatni, hát meddig a végtelenségig, vagy nem. Annak idején
Már a görögök elkezdtek ezen vitatkozni, ugye önök nem voltak részes, egy gyorsítói, de sok eszük volt, és ezért inkább gondolatkísérleteket folytattak, hogyha szétszedjük az anyagot egyre kisebb részekre, végül elérünk ki a legkisebbekhez, amiket már nem lehet tovább szétszedni. Ők ugyan nem voltak ennyire tisztában az, hogy ez egyre nagyobb energia kell, de hát daraboljuk. Hát így logikusan, vagy kilogikázták azt, hogy léteznek atomok, lehető legkisebbek, amiket aztán már nem lehet tovább cincálni. A történet egy ideig azt mutatta, hogy amit korábban egységnek, legkisebb egységnek láttak, az aztán még kisebbekből volt összetéve. Ha jobb volt a megfigyelés, finomabb volt a felbontás, nagyobb volt az energia. Most ehhez járul még egy szintén ilyen kvantumfizikai tény, ami ugyanezt egy kicsit más megvilágításban mondja. Hát hogy lehet megnézni a kicsiny dolgokat? Mikroszkóppal, nagyítóval. Mit jelent az? Hogy olyan hullámhosszú fénnyel kell megvilágítani, aminek a hullámhossza kisebb annál, mint a vizsgált objektum. És akkor megfelelő módon ebből a képet lehet készíteni. Hát a fény, közönséges látható fénynek a hullámhossza az ugye néhány száz nanométeres. Ha kiszámoljuk, hogy a milliméternek ez hányad része, hát kicsit az atomokhoz képest még nagy. Az atomok ott a nanométer környékén vannak. Tehát a fényhullámhoznál pár százszor vagy ezerszer kisebbek. Ezzel atomokat nem lehet látni. Akkor azt kéne csinálni, hogy még kisebb hullámhosszú dolgokat nézegetni, azt viszont mi nem látjuk. Kellenek frekvencia transformátorok, vagy olyan eszközök, amik olyan fényre is érzékenyek, amit mi nem látunk. Vagy egyszerűen másfajta hullámokat. Hál' Istennek rájöttek, hogy 100 éve az emberek, vagy kicsit később, hogy az elektronok is hullámként is tudnak viselkedni, és azoknak azokat úgy sem látjuk, tehát tök mindegy, hogy mekkora hullámhosszú, minél nagyobb energiájú, annál kisebb hullámhosszú. Ez az alapvető kapcsolat, tehát a nagy energia az kis hullámhossznak felel meg, ezért nagy felbontásnak. Finomabb részleteket lehet látni nagy energiájú rendszerekkel. Na most ugyanekkor viszont arról volt, hogy egy nagyobb energiájú objektum, az szét is veri a kötött állapotokat. Tehát ha jól meg akarom nézni, akkor nem marad belőle semmi. De erre azért ügyelni kell. Hát, hogyha mondjuk atomból van sok, akkor nem baj, ha néhányat szétverek, miközben megnézem. Porcelán csészéből már azért már kevésbé, ezt már nem így kell tanulmányozni. Ahhoz finomabb felbontáshoz valami másféle módszert kéne megnézni. De mindesetre nagy energiájú, tehát kis hullámhosszú objektumokat kell kölcsönhatásba hozni a vizsgált rendszeremmel, és akkor a finomabb részleteket is tanulmányozni fogom. Így jutottok el odáig, hogy most már vannak olyan mikroszkópok, amikkel egyes atomokat le lehet fényképezni. Talán látták azt a nevezetes ábrát, hogy 10 éve készült el, tehát már nem csak lefényképezni, manipulálni is lehet, hogy az IBM-nek az egyik laboratóriumában megcsinálták azt, hogy egy alaphordozó felületen atomokból kirakták azt a szöveget, hogy IBM-at voltak a betűk, néhány atom így egymásra, mint a pöttyök, úgy néz ki messziről, mintha az ember forrasztón csöpökített volna oda, de azok egyes atomok. Most már itt tartanak, hát nem sokára már így üzennek a terroristák egymásnak ilyen atomokból kirakott szövegekkel, ez már csak időkérdése. Szóval ilyen felbontásnál tartunk már, de hát mi még kisebb objektumokat is szeretnénk nézni, hiszen szétcincálással, nagy energiájú piszkálással, ami ugye azért elég durva dolog, tehát nem olyan, mint az atomok egyes manipulása, rengeteget összecsapunk, aztán szétröpköd, és akkor megnézzük, hogy mi marad belőle, így módon már mélyebbre jutottunk. Tehát az ilyen objektumoknak a vizsgálatát ezt Feynman hasonlította ahhoz, hogyha ember kap egy habostortát, vagy két habostortát, és meg szeretné nézni a belső szerkezetet, akkor a kettőt így egymáshoz csapja, akkor szétfröcsök a hab meg minden, és ebből próbálunk következtetni, hogy mi volt ráírva a tortára, meg hogy egyáltalán miből van. Ez is módszer, csak kicsit macerás. Hát lényegben így viselkedik a fizikus, amikor melegíti a testeket, vagy egymásnak lövi a részeket, aztán szétesnek, és a szétesett alkatrészekből próbál következtetni, arra például mit tartatta össze őket, és milyen mechanizmusra. Tehát a kötött állapotok vizsgálatának a legfontosabb módszer az, hogy szétszedjük őket. A szétszedésnek pedig az a módszere, hogy ütköztetjük. A másik lehetséges, ennél kicsit finomabb módszer az, hogy gerjesztjük a rendszert, úgyhogy még egyben marad, de kicsit megváltoztatjuk. Megint az atomokra tessék gondolni. Az atomokban az elektronok bizonyos alapállapoti pályákon keringenek. Hogyha
gerjesztek, adok neki energiát, de annyit azért nem, hogy elszakítsam és elvigyem messzire, akkor följebb ugrik magasabb szintre, és akkor onnan, amikor visszamegy, akkor kibocsátja a különböző sugárzást, a különböző energiának megfelelő sugárzást. Ha ezt elég alaposan megcsinálom, akkor sokféle hullámhosszú sugárzást fogok észlelni, és ebből meg tudom állapítani, hogy milyen energiaszinteken létezhet az elektron abban az atomban, és ha elég ügyes vagyok, akkor ebből ki tudom következtetni a kölcsönhatásnak a finom részletét. Tehát lényegében így jöttek rá az atom szerkezetére, spektrumban látták a megfelelő hullámhosszú vonalakat, és akkor abból kiokoskodták, hogy milyen energiaszintek vannak ott, és hogy ez aztán miféle struktúra hoz létre ilyen energiaszinteket. Ez nagyon gyakori módszer, tehát amikor finomodott a technika, megfinomodott az elmélet, versenyeztek, hogy vagy újabb finom részleteket fedeztek fel a spektrumban, és utólag megmagyarázták, vagy az elméletiek megjósolták, hogy ott még egy kicsit méricskész, akkor még finomabb részleteket látsz. Ez nagyon fontos és hasznos volt. Ilyenkor nem szedjük szét egészen a rendszer, csak egy kicsit megváltoztatjuk, megzörgetjük meg a belső szerkezetét, mondjuk az ember megrázza a perselyt, és megmondja, hogy hány forint van benne, körülbelül ilyen típusú. Ez a módszer. Az eljárás mindig a hosszú ideig az volt, hogyha egyre nagyobb energiával piszkálom az objektumot, akkor az szétesik. És akkor megint azon lehet vitatkozni, hogy jó, az atomon már túl vagyunk, az már nem oszthatatlan, ahogy a görögök gondolták. Azon belül már megtaláltuk az elektronhét, meg az atommagot, az atommagon belül megtaláltuk a protonokat, meg a neutronokat, megyünk el eljebb. És végtelenségig folytatódik ez, és ugyanilyen módon. Tetszik elkezdeni az életet, egy kicsit unalmas lesz egy idő után. Jó, hogy nem ér az ember 500 évig, mert akkor egy ember életében, nem tudom, 20-szor megismétlődő szint, még egy szinten mélyebbre, még egy szinten. Kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor a 1400-as években a Kódex másolom műhelyében 500 éves terveket készítettek, hogy hát mit kell majd a következő 500 évben másolni, közben Gutenberg már faragta a nyomdabetűket. Szóval egy kicsit, vagy mint még egy másik ilyen hasonlat, talán tudják, hogy 1860-as években, amikor Londonban felrendült a közlekedés, akkor megrajzolták a trendgörbéket, és rájöttek, hogy 1940-re Londonban embermagasságig fog érni a lótrágya, tehát akkor nem lehet közlekedni az utcákon. Ha így fejlődik tovább a közlekedés. Hát valahogy nem így történt a dolog. Szóval az az izgalmas, amikor nem a már hagyományosan megismert trend folytatódik. Hát ez az érdekesség történt meg akkor, amikor elérkeztünk odáig, hogy rájöttek, hogy a proton sem elemi objektum, hanem annak a belsejében vannak újabb, még kisebb, hát mondjam azt, hogy kisebb. Itt már a kisebb fogalomnak sincs túlságosan nagy értelme, hogy mekkora egy elemi részecske. Ugye már többször beszéltük, hogy nem kis golyócskák valamik, tehát mindesetre vannak elemi objektumok a proton belsejében. Hogy lehetett erre egyáltalán rájönni? Először azt fedezték fel még az 50-es években, hogy a protonnak véges mérete van. Pillanatnyi méréseink szerint az elektron az pontszerű, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk felbontani, nem látjuk, hogy mekkora, akármilyen nagy energiájú módon nézzük, az még mindig annál kisebbnek pontszerűnek tűnik. Kicsit olyan, mint ugye, mit lát az ember a csillagból, hát egy pontot. Amikor a távcsőben nézzük a foltot, akkor az csak optikai jelenség, nem a csillagnak a valódi átmérőjét látjuk. Most érkezünk el oda, hogy tényleg lehet majd speciális módszerekkel finomabb, szóval egyáltalán részleteket észrevenni. Hát az elektronban nem látunk. Az 50-es években érkeztek odáig, hogy a protonban már láttak részleteket. Miért? Mert már olyan nagy energiájú, durván szóval mikroszkóppal tudták vizsgálni, olyan kis hullámhosszú sugárzással, ami már összemérhető volt a méretével, illetve a belsejében már belelátott. Mekkora ez a méret? Hát 100 000-szer kisebb az atomnál. Az atomok is ugye elég kicsik, 10⁻¹⁰ méter, és ahhoz képest 100 000-szer kisebb, tehát 10⁻¹⁵ méter átmérőjű egy atommag, és annak egy-egy alkotó része a proton körülbelül szintén ilyen nagyságrend 10⁻¹⁵. Át lehet számítani energiára, mekkora energiájú elektronokra van szükség, hogy ugye minél nagyobb az energiája, annál kisebb a hullámhossza. Ha elég kicsi a hullámhossz, akkor már ennek a belső szerkezetét is észre lehet venni. Hát először mit néznek? Hát elektronsugarak ütköznek a protonba, és akkor valahogy eltérülnek rajta. Ez kicsit hasonlít ahhoz, és leülök, és úgy mondom tovább majd, hogyha... Amikor Rutherford az atommagot felfedezte, hogy akkor mi történt, belőtt az atomba töltött részecskéket. Hát nyilván nem célozta meg ezt az atomot, hanem vett egy
fóliát, alumínium fóliát sok atommal, és akkor arra lőtt rá radioaktív részecskéket. Sőt, ő még nem is lőttem, mert még nem is volt részecskegyorsító, de az egyes atomok, radioaktív atomok udvariasan kibocsátottak nagy sebességű töltött részecskéket, és ezeket irányították rá a fóliára, és megnézték, hogy mi történik, milyen kölcsönhatásból lép az ottani atomokkal. Azt várná az ember, akkor olyan atommodell volt, hogy van egy ilyen elkent pozitív felhő, és abban, mint a mazsolák üldögélnek az elektronok. Ez volt a Kugloff modell, mint a mazsolák a Kuglovban. És akkor alfa részecskék is pozitív töltések, hát ezek valahogy átmennek ezen a felhőn, diffúz felhőn, és akkor valahogy kicsit eltérülnek. Lehet számolni matematikailag, hogy milyen valószínűséggel, milyen szögben, milyen irányba térülnek el. Nem ezt tapasztalták, másféle függvényt tapasztaltak, és néha egészen durva dolgokat, hogy mintha így visszapattant volna keményen, tehát majdnem 180 fokban térült el. És Rutherford ehhez is megcsinálta a modellt, és azt mondta, hogy azt jelenti, hogy az atomon a 10^-10 átmérő valami belül lényegében egy nagy semmi van, és középen van egy sokkal kisebb, egy 100 000-szer kisebb mag, hát akkor nevezték el atommagnak ezt a kis valamit. És hogyha emellett messzire megy el a bejött részecske, akkor lényegében alig térül el, ha meg közel jön, akkor durván vissza. És a pontos matematika részleteket is kiszámolta, és estimmelt. Na most ugyanezt ismételték meg, jóval nagyobb felbontással valamikor a 60-as években, és akkor már a proton belsejébe is be tudott hatolni ez az elektronhullám, tehát elég nagy energiájú, elég kis hullámosszú mikroszkóp volt. Ez a legjobb mikroszkóp, ahol az ember odavágja a mikroszkópot a berendezéshez, és akkor közben megnézi. Na hát az elektron hulláma, hogy áthatoltotta a protonon, ilyen diffúz felhőt vett észre. Tehát nem egy pontot, hanem ahogy annak idején a Kuglovot gondolták, egy ilyen kis massza, aminek akkor ki tudták mérni nagyjából az eloszlását, és 10^-15 méter átmérő. Tehát innen tudták, hogy ez egy véges méretű objektum. Na most közben fejlődött a részecskefizika, erről már beszéltem legelső előadáson, hogy egyre több elemi részecskét fedeztek fel, és ez egyre kevésbé nyugtatta meg az embereknek az elméleti igényeit, hogy ennyi elemi dolog, hát az biztos nem, mert elemi van valami mélyebb struktúra. 60-as évekre kialakult ez a legózós kvark modell, ahol a kvantum számokat, amiről múltkor beszéltünk, töltések, meg ilyesmik, ezeket elemi objektumoknak az adataiból össze lehet adni. És akkor kilogikázták, hogy a elemi összetevőknek mekkora töltése van, meg egyebek. A tömege, meg az energia az nem adódik össze, de töltéseket, meg ilyen kvantum számokat az ki lehetett számolni, akkor ebből meg lehet mondani, hogy áll össze mondjuk egy proton vagy egy neutron. Nem mondja meg ez a modell azt, hogy mi tartja össze. Ahhoz nyilván valami dinamikai modell, hogy miért pont 3 kvarkból, miért nem 5-ből, vagy 7-ből, vagy 42-ből áll össze egy bonyolultabb kötött állapot. Hogy az atomnak már értjük a szerkezetét. Ha elfogadjuk, hogy egy atommag valahány részecskéből áll, akkor már ki lehet számítani, ugyanannyi elektron van körülötte, mint proton, azok hogy rendeződnek el, oké. Valami ilyesmi hiányzott ahhoz, hogy megmondjuk, hogy egyrészt mi van a proton belsejében konkrétan, másrészt azokat mi tartja össze, ennek következtében mekkora az energiája, hogy lehet szintszálni. És természetesen, amint felmerült ez a gondolat, hogy vannak ott kisebb objektumok, hát például a kvarkok, a néven is sokat vitatkoztak persze, mert egymástól függetlenül több kutatócsoport kitalálta ezt, és akkor különböző nevek voltak forgalomban, végül az maradt meg belőle, hogy kvark, hívták ászoknak őket, és hívták például partonoknak, ami egyszerűen azt jelenti, hogy rész, összetevő. Ez két különböző megközelítés volt, aztán például sokáig vitatkoztak, hogy a kvarkok meg a partonok ugyanazok-e, ezt is érezték az egyik kísérletben, másikban meg azt, aztán rájöttek egy idő után ugyanazok, szóval sokáig tartott, ez most úgy hívjuk ezeket, hogy kvarkok. Na hát akkor rögtön, amint felmerült, hogy ezek vannak, rögtön az volt az ötlet, hogy hát szedjük ki őket. Amikor hát az elektront is úgy fedezték fel, hogy nyavalygatták az atomot, és leszakították róla az elektront, aztán megnézték külön. Az atom maga alkotó részeit is úgy lehetett felfedezni. A protont az viszonylag hamar, de a neutront az 32-ben úgy, hogy atommagokat ütköztettek, és akkor kirepült belőle valami, ami nem lehetett látni, mert semleges volt, viszont nekiütődött valami másnak, és ott csinált egy reakciót, és ebből ki tudtuk deríteni, mi volt az, ami ott közben repült. Hát akkor nyilván ezt kell csinálni, cincáljuk szét a proton. Hát nem akart szétszincálódni. Viszonylag könnyen föl lehetett volna ismerni, hogyha szétjön, mert a kvarkoknak a töltése, erről már beszéltem, az
nem egész számú többszöröse az úgynevezett elemi töltésnek, az elektron töltésének, hanem egyharmad és kétharmados töltések vannak. Ugye ez igazából azt jelenti, hogy az elemi töltés az nem az, amit korábban annak gondoltuk, hanem annak az egyharmadszorosa, és az elektroné az három egységnyi, de hát most már úgy maradt az egység, tehát ezek ilyen egyharmados meg kétharmadosok. Ezt jól meg lehet különböztetni kísérletben, hogyha látunk egy olyan objektumot, aminek kétharmadszor annyi a töltése, mint amit megszoktunk, akkor megy a detektorban, elkanyarodik, stb., abból ki lehet számítani, mekkora töltése. Rá lehet jönni, hogy ez nem elektron, nem proton, hanem valami kétharmados vagy egyharmados objektum. Na hát ez próbálták, de nem. Mi erre a magyarázat? Tehát a természetesnek adódó magyarázat az, hogy nincs elég energiánk. Mert annyira kötött állapot, hogy jó sok energia kell, hogy szétverjük. Mit csinál ilyenkor a fizikus? Elmegy a politikushoz, kér pénzt nagyobb gyorsítóra. Egyen nagyobb gyorsítónk, amivel nagyobb energiát tudunk összpontosítani, akkor majd jól szétszedjük. Hát épültek is nagyobb gyorsítók, csak nem szedték szét. Egy ideig ez így ment, mennyire épültek a nagyobbak, és még mindig nem szedték szét. Természetesen kerestek olyanokat is, hogy hát ha nem mi, akkor a természetben meglevő nagy gyorsítók, a szupernovák, meg a Isten tudja micsoda kozmikus mágneses terek, azok biztos csináltak ilyeneket, hát onnan érkeznek ilyenok, olyan részecskék, csak létrejöttek a természetben is, úgynevezett szabad kvarkok, tehát nem protonban, hanem különállók. Hát akkor lehet észlelni például a kozmikus sugárzásban. Hosszú ideig ez egy divatos kutatási irányzat volt, hogy nézegetjük a kozmikus sugárzásnak a különböző nyomait, részecskéit, hát ha van köztük kvark. Aztán rájöttek arra, hogy például, hogyha jöttek ilyenek az űrből, ezek itt vannak a Földön. Mert ott az összes többi kvark az foglalt, benne vannak a protonokban, meg neutronokban. Ugye a magányos kvark az nem talál magának másik magányos, olyan ritka, nem találkozik másikkal. Akkor itt kószál, és például elbújik a kristályokban, vagy itt-ott a kőzetekben. Keresték például a tengeri üledékekben. Hát, mert összehordja őket a víz, ott egy csomó jó földúsul, biztos ott van egy csomó kvark. Átszitálták, stb. Nézegették, hát csak nem találtak kvarkot. Pedig ugye észrevették volna a berendezések, hogyha ilyen tört töltésű objektumokat találunk. Na mi történik akkor, amikor sokáig valami nem megy? Hát akkor az emberek elkezdik az ellenkezőjét magyarázni. Ez azért nem megy, mert törvényszerű, hogy nem megy, mert valamilyen törvény megakadályozza, hogy menjen. Ugye ez valamikor beválik, valamikor nem. A múltkor már volt róla szó, itt most már megint el fogom mesélni, hogy egy ideig voltak topless elméletek, mert az egyik elmélet megjósolta a topkvarkot, de azt 30 évig nem találták, hát akkor csináltak topless elméleteket, amiben nincs topkvark. Miért van ez? Hát egyrészt, mert izgalmas. Másrészt meg van publikációs kényszer ugye a tudományban, tehát hogy az ember akkor él meg, hogyha publikál, és hát mikor jó, hogyha publikál, hogyha sokat hivatkoznak rá. Mikor hivatkoznak sokat, hogyha valami nagyon okosat mond, vagy valami nagyon butát, vagy nagyon feltűrőt. Hát sokan abból élnek, hogy olyanokat írnak, amire rengeteg cáfolat érkezik, és akkor a idézettségi indexben ott van, hogy a X-nek az elméletére hivatkoznak. Hát azt nem mondja az idézettségi index, hogy mindenki azt mondja, hogy micsoda marhaság. Na de lehet úgy is, hogy nem teljesen hülyeség a dolog, de valami furcsa, olyan, ami eddig nem volt. Hát akkor találjuk ki az eddigi elmélet ellenkezőjét, sorakoztassunk föl mellette néhány érvet, aztán hát legfeljebb nem lesz igaz, de addig is emlegetnek. Ez úgy beválta. Filmsztárok is így működnek, meg a tudományok is jó néhányan. Na hát ebben az esetben éppen bevált az az ötlet. Tehát nem sikerült különálló kvarkokat kitalálni, hát akkor elkezdjük azt magyarázni, hogy miért nem lehet szétszedni őket. És aztán kiderült, hogy ez az igazság. Egészen addig, amíg az ellenkezője. De majd ez itt egy kicsit dialektikusan majd a vége felé ki fog derülni. Tehát a jelenlegi, hogy kell ezt mondani, hivatalos elmélet a standard modell szerint, protonból azért nem tudjuk kiszedni a kvarkokat, mert nem is lehet. Ez persze, hogy kell mondani, finoman kell beadni a részecskés gyorsítókat finanszírozó embereknek, mert akkor nem fognak adni pénzt arra, hogy szétszedjük az objektumokat. Ezért azt kell mondani, hogy hát esetleg talán mégis még egy nagyságrendi javítással, stb., de majdnem biztosak vagyunk benne, hogy nem lehet szétszedni, de azért van rá esély, stb. Finoman kell fogalmazni. Hát miért nem lehet szétszedni?
Hát ez ugye az az eset, amikor már nem folytatódik a lótrágya növekedésének a tendenciája, nem az következik be 20-szor, ami az előző esetekben bekövetkezett, hanem valami egészen más. Eddig mindig az volt, hogyha nagyobb energiát összpontosítottunk az objektumra, az széttört a darabjaira, ha arra megint, akkor még jobban széttört, és így tovább. Itt viszont nem tudjuk széttörni a protont. Illetve valami egészen más dolog történik. Ha nagy energiájú részecske ütközések történnek a protonnal, akkor nem az lesz, hogy szétesnek, és akkor külön elrepülnek az ő alkotó részei, hanem lesz egy csomó proton. Sőt, egy csomó pion. Pion az micsoda, majd arról is lesz szó. Az is olyan elemi részecske, ami szintén kvarkokból áll, csak másképp. A proton belsejében 3 kvark van, a pionban meg egy kvark és egy antikvark. Kérdi az ember rögtön, hogy miért nem sugároz szét? Hát szétsugároz egy idő után. Tehát az nem tartósan meglevő objektum, de hát egy ideig ott keringenek egymáskor, aztán megújják, találkoznak és szétsugároznak. Az a egy ideig, az a másodperc történik, de hát az alatt sok mindent tudnak csinálni. Elemi részecske szemmel és idővel nézve az elég sokáig tart, amíg azok megvannak. Szóval ilyen a pion. Az történik, amikor egymásba lövünk, mondjuk egy nagy energiájú proton belövünk egy atommagba, akkor nem veri szét az ott meglevő protonokat, neutronokat, kvarkokra, hanem szanaszét repül sok elemi részecske. Az a sok az eleinte mondjuk 10-es nagyságrendű volt. Most már olyan energiánál tartunk, hogy több 1000. Biztos láttak már ilyen képeket, hogy most ezzel reklámozzák a LHC-t, mindenféle az interneten megjelentek ilyen fényképek, egy ilyen részecske ütközésre, de jött innen ennyi, és akkor repül szét rengeteg nyíl abból az ütközési pontból. Azok nem voltak ott, abban az atommagban nem volt több 1000 proton. Azok akkor keletkeztek, nyilván megfelelő antiprotonokkal, meg egyebekkel kísérve, hogy összességében megmaradjanak a kvantumszámok. Tehát az anyag, ez barionos anyag, ami a kvarkokban áll, meg a mezonok, stb. Ezeknek az anyaga vagy másképp rendeződik el, szintén kvarkokból álló, más részecskékbe kombinálódik, de nem lesznek olyanok, hogy külön kirepül az egyik törmelék kvark. Olyan, mintha a házat dobálnám téglákkal. És nem azt látom, hogy a ház falának az egyik téglájából letörik egy sarok, egy darab, hanem hogy elkezd repülni szanaszét tégla, még ha jól megszámolom, akkor mondjuk 20-szor annyi tégla repül szét, mint amennyiből a ház állt. Tehát az általam az első téglának adott energia, az újabb tégla-antitégla párok keltésére fordítódik, de mennyivel egyszerűbb lenne egy darab, kis darab téglát teremteni, nem egy egész téglát, de mégis egy egész egységenként jelennek meg ezek a téglák, meg az antitéglák. Tehát ilyesmit látunk. Na ezt kéne megmagyarázni, hogy vajon miért éppen így módon tartja össze őket az az erő, a kvarkokat, ami protonnál rakja össze. De korábban azt mondtuk, hogy hát ez a magerő. Most nem így hívjuk, mert erős kölcsönhatás, de ideológiai váltás is van mögötte. Ugye a magerő az, ami az atommagban összetartja a protont meg a neutront. Ez jó bonyolult erő. Nem lehet rá fölírni olyan egyszerű képletet, mint az elektromos erőkre. Az elektromosnál tudjuk, hogy töltés per R négyzet, ekkor erő húzza őket össze, kvantumosan kell kezelni, kicsit bonyolultabb, de az alapképlet ez. Nincs ilyen képlet a magerőre, hogy egy proton meg egy neutron között távolság függvényében milyen erő hat. Ami akkor is igaz, amikor messze vannak, meg amikor közel vannak, meg amikor az atommagban vannak, meg egyebek. Miért? Miért bonyolult dolog a magfizika? Annyira bonyolult egyébként, hogy... Annyira bonyolult dolog a magfizika, hogy külön tanszékek foglalkoznak például a könnyű atommagokkal, meg a nehéz atommagokkal, meg a lantanid atommagokkal, meg ilyenekkel meg vannak. Miért? Mert egyrészt más kísérleti eszközök kellenek a tanulmányozásokra, a periódus rendszer különböző részeibe levő elemeknek az atommagére, másrészt más elméleti módszerek kellenek a leírására. Ugye nem elég megmérni, hogy összeütköztetem, ez történik, az történik, hát modelleket kell ráalkotni, és egyszerűen más matematikai módszereket használnak a különböző részekre. Most már annyira specializálódott, hogy azon már korábban sem csodálkoztak, hogy mondjuk egy szilárdtest fizikus nem értette meg a magfizikust megfordítva, de most már a könnyű atommagokkal foglalkozó magfizikus sem érti meg a nehéz magokkal foglalkozó magfizikust, mert egyszerűen más matematikai és kísérleti nyelven beszélnek. Ez egy kicsit túlzás, de lényegében azért így van a dolog. Nincs egységes magfizika, és vajon miért? A válasz az egyszerűen azért, van itt vegyész, nem tudom, de mert hogy a magfizika olyan, mint a kémia. Milyen a kémia? Miért bonyolult a kémia?
Azért, mert egy elemi kölcsönhatásnak, egy alapvető kölcsönhatásnak a maradék kölcsönhatása okozza. Mi tartja össze az atommagot és az elektront? Hát az elektrostatikus vonzóerő, jó, kvantumosan kiszámoljuk, lesz belőle egy kompakt és önmagában jól meglevő objektum az atom. Tehát az úgy megvan. Vannak benne elektronok, vannak benne atommagok, csokor. Ha két ilyen találkozik, akkor mind a kettő önmagában úgy jól érzi magát. Amikor közel kerülnek, akkor valahogy beleszimatolnak egymásnak a lelki világába, mint két család, amikor együtt mennek nyaralni, és akkor mindenféle belső kölcsönhatások vannak. És akkor a kettő között ilyen kereszt szálak szövődnek, meg hasonló, inkább ne részletezzük, majd a barátok közben megnézik. De mindesetre ilyen típusú, ilyen másodlagos kapcsolatok, amik nyilván jóval bonyolultabbak, mint az a primer kapcsolat, ami összetartja az elektront meg az atommagot. És ezért vannak ilyen dolgok, hogy vegyérték meg, hogy bizonyos szögekben álló vegyértékek. Ha innen érkezik a molekula az egy másik atom, akkor megfogja, ha innen érkezik, akkor nem. Ha a spinje így van, akkor megfogja. Érzik, egy csomó ilyen bonyodalom azért van, mert egy már telítésbe ment, már lekötött erőhatásnak a további bolygatásának a sokkal kisebb energiájú effektusa az, amit az atomok közti kölcsönhatásnak, molekulaképződésnek, kémiának hívunk. Ugyanez a helyzet a magfizikában. Most már tudjuk, hogy a protonok is összetettek, és a protonok belsejében a kvarkok közt ható erők szintén elsődlegesek, nagyon erősek, és le vannak kötve, terítődnek, létrehoznak egy kompakt kis objektumot, mondjuk a protont vagy a neutront, és az úgy jól megvan magába. És amikor az atommagba egymás közelébe kerül, mondjuk egy proton meg egy neutron, akkor ugyanez van, csak nagyságrendel kisebb, mint az atomnál, beleszimatolnak egymás belső lelkivilágába, össze-vissza kicsit megperturbálják egymást, kölcsönhatásba lépnek. De ez jóval bonyolultabb, másodlagos effektus, és ezért bonyolult a magfizika. És az attól is függ, hogy 2, 5, 9, vagy hány ilyen részecske alkot kötött állapotot. Tehát másképp kell leírni a kis csoportot, mint a nagy csoportot, ami ezzel a másodlagos kölcsönhatással összeáll. Tehát a magfizika ilyen. Tehát korábban azt gondolták, hogy az a megmagyarázandó dolog, hogy mi tartja össze az atommagban a proton meg az elektron. Most már nem tudjuk, most már tudjuk, hogy nem ez a megmagyarázandó, hanem egy mélyebb dolog, hogy a protonon belül mi tartja össze a kvarkokat, és ha ezt jól megértjük, és matematikailag le tudjuk írni és kísérletek ellenőrzni, akkor ebből már következik, hát legalábbis elvileg és gyakorlatilag ki kell számolni, hogy akkor a két ilyen objektumot egymással mi köti össze. Másrészt az is következik, hogy az a nagyon nagy erő, és az ehhez kapcsolódó nagy energia, amit az atommagok átalakulásánál látunk. Hát ugye ez, amit mindig szoktak mondani, hogy soknak nagyságrenddel nagyobb, mint a kémiai energiák. Hát ugye egy egységnyi uránban mennyivel több magenergia van, és mennyivel több magenergia szabadítható föl, mint ugyanakkor a darab szénből. Ez az energia, ez még mindig több nagyságrenddel kisebb, mint ami a protonok belsejében a kvarkokat összetartja, mert ennek a maradék effektusát észleljük csak. Nem tudom, látták-e, a Paksi erőműnek van egy ilyen reklám pasztillácskája, körülbelül úgy néz ki, mint egy kalmapirén, egy ilyen kis pasztilla, be van téve egy műanyag fóliába, rá van írva, hogy az urán darab, ez egy családnak az egyévi energia szükségletét biztosítja. Na most az igazából ugye nem uránban van, hanem műanyagban, de tényleg akkora is olyan úgy néz ki, mint ami fűtőelem rudakban ilyen kis uránoxid pasztillák vannak. Na hát tessék elképzelni, hogy ekkora darab szénnel mennyi energiát lehet termelni. Orvosi szénnek esetleg megfelel, de fűtősnek azért kevésbé. Az atomenergia, tehát a magenergia az ennyivel nagyobb, és ez még csak egy másodlagos effektus, egy még sokkal nagyobb, még mélyebb dolognak, amit most erős kölcsönhatásnak hívunk. Tehát az erős kölcsönhatás az, ami a kvarkokat összetartja. A múltkor meséltem arról, hogy a jelenlegi elméletekben ugyanazzal a sémával tudjuk leírni az összes elemi részecske kölcsönhatást, tehát az elektromost, elektromágneses, a gyengét, meg ezt az erős kölcsönhatást is. Tehát vannak úgynevezett felespínű összetevő részecskék, és vannak olyan részecskék, amik a kölcsönhatást közvetítik, azt szoktuk hullámon arra rajzolni, ezek mind egyes spínű részecskék. Az alapfolyamat az, hogy ezek az összetevő részecskék kibocsátanak, vagy elnyelnek ilyen közvetítő részecskét, és azzal, hogy a közvetítő részecske átmegy egyikről a másikra, és ott elnyelődik, ezzel részben energiát és impulzust visz át, magyarán erőt közvetít a két összetevő objektum között, ami lehet taszító erő, vagy vonzó erő, vagy valami bonyolultabb is. Illetőleg a bonyolultabb esetekben nem csak energiát meg impulzust visz át, hanem töltéseket is,
Tehát például a protonnak a pozitív töltését átviszi egy neutronnal, és akkor tulajdonképpen a proton meg a neutron mondjuk állarcot cseréltek. Eddig én voltam a proton, te a neutron, most átküldtem egy pozitív töltésű ilyen kölcsönható részecsket, akkor mostantól én vagyok a neutron, és te vagy a proton, és ezt ott lehet sokszor játszani. Tehát ezeket a címkéket, amiket visz magával az anyag, ezeket a ilyen töltés, olyan töltés, elektromos, meg másfajta töltés, dolgokat, ezeket is közvetítik ezek a részecskék, amik az egyes kölcsönhatásoknak a közvetítő objektumai. Ez az alapséma. Mindegyik kölcsönhatása, ezért próbáljuk őket matematikailag egyeztetni, egységesíteni. Hát akkor hogy lehetséges mégis az, hogy ugyanezzel a sémával egy egészen másfajta dolgot le lehet írni, mint az elektromágnesség, amit már régóta ismerünk, és makroszkopikusan észleljük, neki látja a fényt, és a gyenge kölcsönhatást, ami rádióaktív bomlásokban meg ilyesmény jelenik meg, illetőleg a magerők mögött rejlő erős kölcsönhatást, ami úgy összeköti a kvarkokat, hogy nem is lehet őket szétszedni. Tehát a proton meg az elektron között az elektromágneses vonzóerőt ugyanígy fotonok közvetítik, ugyanazzal a sémával leírhatóan, mint ahogy a kvarkok közötti kölcsönhatást, ugye a gluon nevű részecskék. Ugye glu az azt jelenti angolul, hogy ragasztó, tehát ezek a ragacs nevű részecskék, amiket egymásra kenegetnek, mint a filmben a habostortát, és akkor ez úgy valahogy összetartja az egész brancsot. Hát valami ilyesmiképpen kell elképzelni a proton mesejét. De miért annyira más ez a kölcsönhatás, mint a többi? Ezen sokat vitatkoztak, és hát sokat számolgattak, valamikor a 70-es években alakult ki ennek a matematikai leírása, és durván azon múlik, hogy most nagyon durván mondom tényleg, hogy hányféle gluon van. Emlékeznek arra, hogy az elektromágneses kölcsönhatásnak egy darab, vagy egyfajta közvetítő részecskéje van a foton, a gyenge kölcsönhatásnak három, a W plusz vagy mínusz, amik egymás antirészecskéje, meg az ének nevezett. Az erős kölcsönhatáshoz 8 fajta gluon tartozik. Ezeken mindenféle furcsa nevet lehetne adni. Megint csak nyelvészeti dolog. Volt arról szó már, hogy úgy hívják ezt az elméletet, ami a kvarkok közti kölcsönhatást leír, hogy kvantum színdinamika. Ugye annak az analógiájára, hogy volt az elektrodinamika, abból lett egy kvantum elektrodinamika, hát akkor most legyen egy kvantum kromodinamika, és ezt magyarra kvantum színdinamikának fordítok. Mi ez a szín? Hát mert azt mondták, hogy a kvarkok azok színesek. Most ennek a színnek semmi köze a valódi színekhez. Honnan jön az ötlet? Onnan, hogy három fajta van belőlük, és hát az ember arra gondol, hogy a látásnál három színnel, vagy a színes tévénél három színnel mindent ki lehet fejezni. Ez elég távoli analógia, de hát Istenem, egy fizikusnak sok mindenről sok minden eszébe jut. Ez jutott eszébe annak idején az elméletnek az alapítóinak, és azt mondták, hogy hát akkor három színben kell a kvarkokat feltételezni. És természetesen sokan félreértették, és akkor mondták, hogy aha, a szivárványban kvarkok vannak, szóval mindenféle ilyen őrültségeket lehetett annak idején olvasni a ismeretterjesztő irodalomban. Na hát, gluonokat mondjuk úgy lehetne valahogy elnevezni, hogy az a gluon, amelyik a piros kvarkból sárga kvarkot csinál, és akkor az a PS, mondjuk PS nevű kvark, mert a pirosból sárgát csinál. Ez akkor háromféle kvark van, abból lehet három, mindegyikből hármat, az összesen 9. Kicsit túllőttünk a célon, mert csak 8 van. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy a finomabb részletek tekintetében a szakirodalomra utalunk. Attilának mondom, hogy spurtalan tenzorokat kell használni. Jó, és akkor már Bólint is tudja, hogy akkor a 9-ből hogy lesz 8. Tehát ez már matematika. Lényeg az, hogy nyolcféle gluon van, ami a kvarkok közötti kölcsönhatást közvetíti, és ez a 8 ez nagyobb egy olyan kritikus számnál, ami után már egészen másképp fog viselkedni ez a kölcsönhatás. Hogyha kevesebb lenne, akkor másképp. Na de miért van pont 8? Miért van pont 3 kvark? Ez pedig a megfelelő szimmetria csoporton múlik. Ugye a szimmetriákról már többször beszéltünk, térbeli szimmetriákról volt szó főleg, meg az anyag-antianyag szimmetriájáról. Voltak olyan térbeli szimmetriák, hogyha az objektumot odébb teszem, akkor ugyanúgy fog viselkedni. Elforgatom a rendszert, ugyanúgy fog viselkedni. Vannak az olyan dinamikai szimmetriák, például, hogy cseréljük ki az anyagot antianyagra, ugyanúgy viselkedik, vagy talán mégsem egészen pontosan, erről volt szó múlt héten. Ennek egy kicsit durvább változata az, amit Heisenberg fedeztek föl még az 1930-as években, amikor a magfizika kezdett kialakulni. Az atommagban protonok meg neutronok vannak, és nagyjából egyformán viselkednek.
Nagyjából. Tehát, hogyha csinálok egy olyan atommagot, amiben 5 proton és 7 neutron van, és megnézem a szerkezetét, meg a tulajdonságait, meg egy másikat, amiben 7 proton és 5 neutron, akkor ezek nagyon fognak hasonlítani. Természetesen más elemnek a atommagjai lesznek, az egyik az 5-ös atommag, egyik az izotópja, másik a 7-es elemnek az egyik izotópja, tehát nagyon mások, de magfizikai tulajdonságaikat illetően hasonlók. Ott sem egészen, mert hát azért a protonoknak elektromos töltése van, a 7 objektum jobban taszítja egymást, mint az 5, tehát egy kicsit lazábban lesz kötve meg egyebek. De első közelítésben egyformák. És akkor második közelítésben mondja az ember, hogy jó, az elektromos különbségek egy kis diffit csinálnak. Ez, amit úgy fogalmazott meg Heisenberg, hogy a proton meg a neutron tulajdonképpen ugyanannak az objektumnak a két különböző állapota, és hát egy kicsit, hogyha finomabban nézzük, akkor vagy kis különbség van köztük. Mihez lehet ezt hasonlítani? Biztos sokat hallottak a Zeeman effektusról, ami érdekes és fontos effektus. Az elektronnak van spinje. Durván úgy mondhatjuk, hogy mint hogyha kis pörgetjű lenne, és ez a momentum állhat fölfelé, meg lefelé is. De ez tök egyforma. Most mindegy, hogy fölfelé vagy lefelé. Viszont ehhez a spinhez kapcsolódik mágneses momentum is, ami úgy magában szintén nem okoz különbséget. No, de hogyha egy külső mágneses térbe teszem a rendszert, akkor már nem mindegy, hogy a mágneses momentum párhuzamos, a mágneses térrel vagy ellentétes, kettő között egy kis energiakülönbség lép fel. Hát akkor most nézzük a hidrogénatomnak az elektronját, külső mágneses térben. Hát első közelítésben van neki annyi energiája, amennyi, amit ki lehet számítani a hidrogénatomon. Plusz még jön egy pici korrekció, akkor, hogyha párhuzamosan áll, meg ellentétes előjelű korrekció, hogyha ellentétesen, ezért egy kicsit elmozdul, ezt hívják Zeeman felhasadásnak. Tehát ami korábban egyforma volt két dolog, azok egy kicsit különbözőek, tehát energiával elcsúszik egymáshoz képest ez a két állapot, és meg lehet őket különböztetni, mindenféle elektronfizikai folyamatokban ez különböző lesz a továbbiakban. Na ehhez hasonlóan képzeljük el azt, hogy a proton meg a neutron, hogy első blikre, amikor az úr legyártotta, hogy elsőként, akkor azt mondta, hogy egyformák, na jó, hát nézze, és akkor na, pici kis különbség legyen, mint hogyha rákapcsolt volna egy ilyen kis külső mágneses teret, az egyik egy kicsit ilyen, a másik kicsit olyan, hát ez, amit mi úgy észlelünk, hogy a protonnak van elektromos töltése, a neutronnak meg nincs. Tehát az egy szimmetria valahogy első közelítésben, hogy cseréljük fel a protont meg a neutront az atommagban. Ezt hívják úgy, hogy izospin szimmetria. Miért? Mert matematikailag hasonló módon lehet leírni, mint a spinnel kapcsolatos dolgokat, azt meg korábban megcsinálták a fizikusok, matematikusok, hát akkor ezen meg elővette a kész matekot, és másra használta. Na, de ha egy biznisz beindul, akkor itt már nem lehet megállni. Na, ez egy adott szimmetria. Hát akkor az volt a kérdés, hogy miért nincs más hasonló jellegű szimmetria. És a kvarkokkal kapcsolatban pont ezt észlelték kísérletileg, hogy a részecskék átalakulásai mögött látunk egy másfajta szimmetriát, ami nem két objektum cseréjéhez, hanem három objektum cseréjéhez kapcsolódva írható le, és ebből jutottak el addig a felfedezésig, hogy a kvarkoknak háromféle színe, három verziója van, és ezek közötti átalakulások mehetnek végbe. És emiatt van 8 gluon. Tehát ilyenem múlik, hogy mi a szimmetria csoport. Mert most mi a szimmetria csoport, azt meg kihatározta meg. Hát ezen aztán megint lehet vitatkozni, hogy ha valaki személyes teremtőbe bízik, akkor úgy gondolhatja, hogy az elején föllapozta, biztos volt neki egy ilyen csoportelmélet könyve a polcon, hogy az összes lehetséges szimmetria csoport, nézegette, aztán csettintett egyet. Talán hallották, hogy most néhány hete nagy internetes szenzáció volt abból, hogy egy ifjú amerikai fizikus, aki főleg azzal népszerűsítette magát, hogy micsoda, szörfogtató, vagy valami ehhez hasonló, ő megírta a világ, hogy van, legegyszerűbb, legáltalánosabb átfogó elméletét, szóval valami ilyen című cikket publikált, amelynél megint ezt csinálta, hogy elővette a csoportelmélet könyvét, elővette a szimmetriákról szóló könyvet, és a lehető legnagyobb, legbonyolultabb csoportot vette elő, és akkor azt felrakta. Ez egy nem részletesen kidolgozott elmélet, csak olyan vázlat, de jó pofa hangzik, és az illető nagyon ért a PR-hoz, tehát nagyon tudja magát népszerűsíteni mindenféle. Itt nem fizikával foglalkozó lapok, meg weblapok is sokat emlegették az illetőt, főleg a PIMAS címe miatt a cikkének, hogy ő most itt a legegyszerűbb és legáltalánosabb elméletet megadta. Lehet, hogy lesz belőle valami, lehet, hogy nem. Minden esetre, ugye, nyilván ő a legbonyolultabb csoportot kereste, a legáltalánosabbat. Olyan stassz lenne, hogyha a világ általános leírása az a harmad, a matematikusok által kitalált harmadik legbonyolultabb csoportot kéne használni. Hát akkor mire való a két legbonyolultabb, nem? Hát valami ilyen módon ő éppen ezt kezdte. Szerencséje volt, mert a matematikusok éppen most fejezték be annak a bonyolult szimmetria csoportnak a leírását, ezért
megvolt a könyvespont, szóval az interneten megvolt ennek a leírása, és azt akkor föl tudta használni. 2 éve még nem tudta volna. No, hát valahogy akkor az Úristen is kinézte ezt a szimmetria csoportot, és akkor azt mondja, hát akkor, és legyenek kvarkok, és lőnk kvarkok. Na hát valami, nem tudjuk mélyebb okokból megmagyarázni, hogy miért pont ezt a szimmetriát használta a világ konstrukciója. Lehet, hogy majd, hogyha fejlődik tovább a fizika, akkor még mélyebb dolgokra vissza lehet vezetni, hogy ez a szimmetria ebből meg abból következik. Hát ezen dolgoznak az egyesített elméletek készítői. Minden esetre matematikailag ez már megvan, tehát 73-ban lényegében leírták az elméletet úgy, ahogy azóta sem nagyon változott, csak a részleteit próbálják kiszámítani. Na most azt tessék nekem elhinni, hogy ez matematikailag marha bonyolult elmélet. Mindenki biztos benne, hogy jó elmélet ez például az erős kölcsönhatásnak. Mindenki biztos benne, hogy ebből pontosan ki lehet számolni, anélkül, hogy még extra feltevéseket tennénk, pontosan ki lehet számítani belőle, hogy például hogy köti össze a kvarkokat ez az erő, és hogy a belőle létrejövő összetett objektumnak milyen tulajdonságai lesznek. Ahogy az elektrodinamika és a kvantumelmélet törvényeiből ki tudjuk számítani, mekkora egy hidrogénatom, mennyi az energiája, milyen hullámos szokva sugároz, ugyanúgy ebből is ki lehet számítani például, hogy mekkora a proton tömege. Hát nem egészen akar kijönni. Ugye múltkor egyszer beszéltünk arról, hogy jó, meg lehet mérni, persze, de hát az az igazi, hogyha valami alapvetőbből az ember levezeti, mert akkor látja, hogy érti a struktúrát. Hát egy adatot meg lehet mérni, de ha megmagyarázzuk, az azt jelenti, hogy levezettük valami alapvetőbb feltevésekből. Hát ezen dolgoznak 30 éve. Mindenki biztos benne, hogy nem azért nem jött ki, mert nem jöhet ki, hanem mert technikai nehézségek vannak, nagy technikai nehézségek, ami az a legnagyobb számítógépek, legnagyobb fizikusok, meg azt nem mondom, hogy a legtöbb pénz, de azért elég sok pénz is kell, hogy ezek a fizikusok 30 évig dolgozhassanak az ilyen témákon, és hát még a további évtizedekben is. Szóval nagyon mély dolgoknak vagyunk a nyomába, és mindenki úgy érzi, hogy már ott vagyunk a adott szobában, már nem kell újabb ajtókat kinyitni, csak itt kell rendet rakni, és összerakni az információkat. Na most nyilván a megfelelő matematika az bonyolult, ezért akkor meg sem kísérlem itt annak a elmesélését, hanem ehelyett egy idő után kialakulnak szemléletes képek, amivel az ember megpróbálja érzékeltetni, hogy körülbelül miről van. Szóval az érdekes az, hogy ugye volt annak idején a 70-es évek közepén ez a nyüzsgés, amikor ez a téma forrongott és kialakult, ezek a szemléletes képek is akkor rögtön megszülettek. Azóta nem nagyon változtak. Azóta olyan értelemben fejlődött a világ, hogy ennek a modellnek számos részletét, ezt pontosabban kiszámolták nagy számítógépekkel, a kísérleti jóslatok jelentős része bejött, meg tudták mérni, és stimmel, olyanok a részecskék, olyanok a kölcsönhatások, haladunk tovább. Az az áttörés, hogy most akkor elméletileg levezetjük, hogy mennyi a proton tömege, meg a pion tömege, meg ez, meg az még mindig nincs meg, tehát a végső lépéseket nem tették meg, és ezek a szemléletes modellek sem nagyon változtak. Tehát most megpróbálom elmesélni ezeket a szemléletes modelleket, hogy képzeljük ezt a összekapcsolását, hogy mi tartja össze ezeket a részecskéket. Hoppá, ajaj. Azt lefelé, és egy kicsit még elrébb az egészet. Első lámpa. No, tehát ugye ezt a ábrát már mutattam néhány héttel ezelőtt, tehát az összes lehetséges, vagy az összes részecskének a rendszere körülbelül így néz ki. Ugye tessék emlékezni, hogy van 3 generációja a részecskéknek, most itt csak az első generáció van felrajzolva, 2 félében szerepel, az egyik a leptonok, a másik a kvarkok. Például az előbb arról beszéltem, hogy 3 féle kvark, most ezt pontosítsuk. Kvarkoknak 2 tulajdonsága van, az egyik ez a szín, és hát ha már vicceltek az amerikák, akkor miért nem mondják azt, hogy a másik az meg az ízük, az egyik a color, a másik a flavor, tehát az ízük. Amit itt U betűvel, meg D betűvel, meg ilyenekkel jelölünk, az amit a kvarkok ízének hívnak, és akkor még akár ilyen tudományágatokat is kitaláltak, hogy kvantum ízdinamika. De a szín tulajdonság pedig az, ami ide van írva, hogy piros, sárga, zöld, tehát 3 féle. Tehát először is akkor az adott generációban vannak könnyű részecskék, azaz leptonok, másrészt kvarkok. A kvarkok rögtön 3 színben fordulnak elő, és mindegyik objektum 2 ízben. Most ezt nem mondjuk, hogy kétszer, hanem 2 ízben. Az elektron meg a neutrino egymás párjai ilyen értelme, és így vannak belakva ebbe a zárójelbe. Ez az U meg a D, tehát up és down, fönt és lenti kvark. Hát itt még fantáziátlanok voltak, hogy a felső meg az alsó a zárójelben.
Tehát ezek vannak itt negyben. Mit csinál a kölcsönhatás? Ugye a közvetítő objektumok ezek, a fotonok azok mindegyikhez kapcsolódnak, amelyiknek van elektromos töltése. Az elektronnak tudjuk, van mínusz egy egység elektromos töltése. A neutrino semleges, tehát ő nem lép közvetlenül kölcsönhatásba a fotonokkal. Az up quarknak plusz kétharmad, a d quarknak mínusz egyharmad, tehát ők kölcsönhatnak vele. A gyenge kölcsönhatásból a z bozonok azok, mondjuk két U-kvark között, vagy két elektron között, vagy két neutrinó között hoznak létre kapcsolatot, azok elektromosan semlegesek. Tehát egy Z-kvarknak az átküldésével nem változnak meg az elektromos tulajdonságok. A W az a fönti, egy zárójelnek a fönti meg a lenti objektuma között tud közvetíteni, illetőleg innen például ide. Ugye e kettő között egy egységnyi elektromos töltés különbség van, a fölső az kétharmad, a másik az mínusz egyharmad, tehát a fölső kibocsát egy plusz egyes töltésű W részecskét, akkor átmehet ebbe a másikba, mert a plusz kétharmadból lesz mínusz egyharmados. Az elektron kibocsát egy W mínuszt, akkor ő semleges lesz, és akkor neutrino lesz belőle. Jó? A gluonok viszont a különböző színű, tehát bizony ugyanolyan színű, meg különböző színű kvarkok között hatnak. Úgy bennek a kölcsönhatások. Az alapfolyamat mindig ez, hogy egy ilyen nyíllal lerajzolt összetevő részecske elnyel, vagy kibocsát egy közvetítő részecskét. Ugye ezek voltak itt az alapfolyamatok, tehát például az elektron kibocsátja ezt a negatív W-t, belőle neutrino lesz, ez a W esetleg elnyelődik egy akkor fordítva kéne itt a előjeleket, U-ba nyerődik el, és lesz belőle egy D, bocsánat, a előjelekre. Na most az ilyeneket össze lehet rakni, ilyen folyamatokból lehet bonyolultabb hálózatokat építeni. És ugye ez, amiről most mindjárt fogok beszélni, hogy ezek a kvarkok, ezek nem önmagukba fordulnak elő, hanem benne vannak egy protonba. Tehát a protonnak az egyik kvarkja az U, ide kéne írni egy U-t és oda egy D-t, az egyik U elnyeli ezt a W-t, és akkor lesz belőle D, tehát egy U-U összetevőjűből lesz egy UDD, és tényleg az egyik U-ból D lett, és az UUD az a proton, a másik meg a neutron. Tehát ilyen típusú folyamat, amit messziről így veszünk észre, és ez, amit már a 30-as években ismertek, hogy ilyen jellegű kölcsönhatás megy végbe, egy elektron találkozik a protonnal, lesz belőle egy neutron, hát a részleteket nem vettük észre. Nettó az egész kívülről nézve ezt adja, hogyha messziről veszem. Na, ezek a folyamatok, ugye az előbb itt mutattam, hogy ez a semleges gyenge áram, hogy kibocsátja a neutrino, kibocsátja a Z-t, hát akkor a neutrino marad neutrino, az nem változtatta meg a töltését, de az a D el tudja nyelni. Mi történt? Hát egyszerűen csak annyi történt, hogy más irányba mennek tovább. Ez most energiát meg impulzust vitt át, töltést nem vitt át. Tehát a neutrino, ha ütközött volna a protonnal, és más irányba mentek tovább. No, ezzel szemben az erős kölcsönhatásnál egy kicsit más a szituáció. Ugye itt az alap dolog az, hogy mondjuk a piros kvark kibocsát egy ilyen piros-zöld gluont, az elnyeli egy sárga másik kvark, és akkor lesz egy újabb színű másik kvark. A folyamat ugyanolyan, mint ott, csak kicsit cifrábbak a részletek. Ugye ezt az egészet úgy szokták elmondani még régen, hogy mit jelent ez, hogy ezek a közvetítő részecskék összetartják a objektumot? Tessék elképzelni két kutyát, amik a csonton veszekszenek, mennek a réten, és kikapkodják egymás szájából a csontot. És így szalad együtt a két kutya, és folyamatosan kapkodják ki a csontot egymás szájából, és ezt egy repülőről filmezem. És nem látom a repülőről a csontot. Csak azt látom, hogy a két kutya kötött állapotot alkot, mert mindig így együtt megy. Igazából a csont tartja őket össze, amiket kapkodnak egymás szájából. Tehát ezek a közvetítő részecskék, amiket egyik kibocsát, a másik elnyel, stb. Ez az, ami az összekötésüket adja. Hát ezt kell finoman megfogalmazni matematikailag. Na most jön ez, ami a kvarkokra jellemző, hogy a kvarkok nem szedhetők szét. Hogy lehet elképzelni amúgy ezt a szétszedést? Most ez itt nincs lerajzolva, ezt próbálom így mutogatni. Az ember rajzol egy ilyen potenciál gödröt. Tehát itt a végtelenben nulla a potenciál, akkor itt egy gödör. Jött a messziről a részecske, tralala, beleesik a potenciál, dőbe a különbözeti energiát kisugározza, és ott marad a gödör fenekén, és itt ugrándozik. Hát nem tud kijönni, mert akkor neki be kéne fektetni energiát, de nincs neki.
Ha kívülről kap mondjuk egy fotonnal energiát, akkor nagyobb lesz az energia, följön a gödör tetejére és elmehet. Ez, amiről az elején beszéltem, hogy kötött állapot, meg egyebek. Az egésznek az alapfeltevése az volt, hogy a potenciálnak az alakja olyan, hogy a végén kisimul, és a végtelenben nulla lesz. Mit is jelent az, hogy amik nagyon messze vannak egymással, azok nem, egymástól nem hatnak kölcsön, nem vonzzák egymást. Az elektromosságtanban ez a helyzet. Az 1 per R-es potenciál az olyan, hogy a közel vannak, akkor mínusz 1 per R, mély a gödör, messze meg a nullához tart. Tehát két végtelen távol levő objektum között nem hat elektromos vonzóerő. Matematikailag elképzelhető másfajta forma, azt mondja az ember, hogy ezt úgy lehet elképzelni, mint hogyha a kvarkok között egy olyan potenciál hatna, aminek a görbéje így megy a végtelenbe, és sose fog így lekonyulni. Ugye, ha nagyobb energiát adok ennek a kvarknak, akkor ugye följebb megy a ködörbe, nagyobb lesz az energia, akkor nem itt fog ugrándozni, hanem itt fog ugrándozni. Ha még nagyobbat, akkor már itt fog. Hogyha ez a gödör ez olyan lenne, mint az elektromosságnál, akkor itt elkunkorodna. Ha ilyen nagy energiát adok neki, hogy már elszaladna végtelenbe. Ez nem tud elszaladni, mert a gödörnek sosincs vége. Jó? Hát ez csak modell, persze matematikailag föl tudok írni egy ilyen alakú potenciált, de hát hogy megy ez részleteibe, mi az a technika, ami összetartja őket. És a trükk a következő, ez az, amit mondtam, hogy matematikailag kell megfogalmazni, de megpróbálja ezt ember lefordítani. Miben különbözik a gluon a fotontól? A fotont kisugározzák, meg elnyelik az elektromosan töltött objektumok, de maga a foton az nem elektromos. Tehát egy kondenzátorban az elektronokat a kondenzátornak a feltöltött lemezei odamozzák a pozitívhoz, a pozitront a negatívhoz, stb. De egy foton az vidáman átszalad a kondenzátoron, őt nem vonzza a pozitív vagy negatív töltés. Ő az elektromosságnak a közvetítő részecské, de maga nem töltött részecske. Ellenben a gluon, az micsoda? A gluon az minden olyan objektummal kölcsönhat, aminek ez az úgynevezett színtöltése van, tehát mint a kvarkoknak, de ő maga is színes. De olyan, mintha a fotonnak is lenne elektromos töltése. De az mit jelentene? Azt jelenti, hogy a foton maga is bocsát ki további fotonokat. Tessék ezt elképzelni. Hát a gluonoknál az történik, hogy azok mellett a folyamatok mellett, amiket itt lerajzoltam korábban, hogy egy ilyen összetevő részecske kibocsátja ezeket a közvetítő részecskéket, föllépnek olyan folyamatok, hogy maga a közvetítő részecske bocsát ki további közvetítőket, mert őnek is megvan az a tulajdonsága, hogy képes kibocsátani ezeket. Tehát gluonokkal kapcsolatban lehet ilyeneket rajzolgatni, hogy rögt egy gluon ketté vált, szétküldte az energiát, itt meg ilyen három felé válik, meg ilyenek, kettő és három felé tud válni a matematikánk szerint a gluon. Na most hogy lehet ezt megint szemletesen elmondani? Képzeljük el, hogy a kvark kibocsátott egy gluont, megy a gluont rallala, ez csak ketté válik, elosztotta az energiát. Aztán megint ketté válik, olyan, mint a feudális nagycsaládok, amikor nem volt első szülötti öröklődés, a birtok elaprózódik. Mindenkinek jut egy kis energia, de senkinek se jut elég sok, és a nagy energia hiány nem tudnak messzire elmenni ezek a valamik. Mert tehát amiatt, hogy önmaguk is itt szórják szét tovább az energiát, nem viszik el oda, hova kellett volna a másik kvarknak, amiatt szétszóródik így az energia, és nem nagy hatótávolságú ez a kölcsönhatás. Mit jelent az, hogy a kölcsönhatás hatótávolsága? Már többször volt arról szó, hogy az atommagot úgy lehet elképzelni, mint a bogáncsa, tehát messziről a proton meg a neutron nem vonzza egymást, csak hogyha közel kerülnek egymáshoz akkor, most ugye, mert hogy beleszimatolnak egymásnak a gluon terébe, és össze vonzzák egymást. Az elektromosság nem ilyen. Az elektromosságnál végtelenségig, hát majdnem végtelenig lehet érezni az elektromos erőt. A gyenge kölcsönhatás és kis hatótávolságú. Ennek megint megvan a matematikánk, és ennek az az oka a hivatalos elmélet szerint, hogy ezek a közvetítő részecskék, amik a gyenge kölcsönhatást közvetítik, a W és a Z részecskéknek nagy a tömege. A kölcsönhatás hatótávolsága fordítva arányos a részecske tömegével, a közvetítő részecske tömegével. Ezek nagy tömegűek, tehát nem mennek messzire. Azért látjuk így a folyamatot, vagy láttuk régebben ilyennek, pont szerint nem vettük észre, hogy ez az esemény itt történt, az meg egy kicsit odébb, mert ez olyan pici távolság, hogy egy atommagon belül, vagy egy proton méretén belül történt ez a két pont, mert egy ilyen W részecske nem tud messzire elterjedni, nem az, hogy itt megtörtént, csak 5 méterrel később csinál ilyeneket. Hagyományos elemi részecskék a
részecske detektorokban centiméteres, vagy olykor méteres nyomokat hagytak. Tehát ment a részecske, húzta a csíkot. Ezek olyan rövid ideig élnek, és olyan rövid távra tudnak elmenni, hogy nem tudnak kijönni még egy atommag belsejéből, tehát 10-15 méter távolságból se. Mert nagy a tömegük. Hát azért is tartott sokáig a felfedezésük. 1983-ban tudtak megfelelő energiát koncentrálni a genfi gyorsítóba arra, hogy a W-t meg az Z-t felfedezzék. Addig nem érték el ezt az energiát. Ezzel szemben a fotonnak nulla a tömege, annak a reciproka végtelen, tehát a foton az végtelen távolságig megy, és viszi az elektromosságot. Mennyi a gluon tömege? Meg lehet satszolni ebből. Mennyi a gluon tömege? Az is nulla. Hoppá. A gluon tömege is nulla, matematika szerint, hát akkor, ciki, akkor annak is végtelen hatótávolságnak lenni. Itt ez a másik mechanizmus lép föl, hogy a gluon elpazarolja, szétosztja így az energiáját, és azért nem tud messzire menni, mert egy botorkál. Most mondom egy kicsit másképpen ugyanezt. Ha nem elektromágneses hullámokkal, meg fotonokkal próbáljuk leírni a két ponttöltés közötti erőt, akkor visszamegyünk a régi jó Faraday-féle erővonalakhoz. Jönnek az erővonalak egyik részecskéből, mennek a másikba. Tehát így néz neki egy elektron, meg egy pozitív, meg egy negatív töltés közötti erővonalrendszer. Ha szimbolikusan úgy mondhatjuk ezt a tulajdonságot, hogy a gluonok maguk is bocsátanak ki gluonokat, minthogyha ezeket az erővonalakat újabb rugók kötnék össze. Tehát ezek nem csak így hosszába mennek, hanem egymással és kölcsönhatásba lépnének az erővonalak. Lehet elkezdeni, hogy mennek ezek a hosszú drótok, vagy rugók, amik összekötik a töltéseket, és keresztirányú rugók is vannak. Mi történik, hogyha ilyen rendszert elkezdek nyújtani? Tehát vigyük ezt a kettőt egymástól messzebbre. Elkezdem nyújtani, akkor a rugók összehúzzák ezeket. Egy hagyományos elektromágneses rendszernél itt is így mennek az erővonalak, akármilyen messze vannak egymástól. Ezeket viszont ezek a rugók összehúzzák, és lényegében itt fognak húzódni az erővonalak, itt nem lehet érezni az erővonalakat. Hát mennyi energiája van egy ilyen rendszernek? Hát a kétszer akkorára húzom, lényegében ennek a csőnek az energiát kell kiszámítani, ha kétszer annyira húzom, akkor kétszer akkora lesz az energia. Milyen potenciállal lehet leírni? Hát ezt rajzoltam itt le az előbb. Hogyha kétszer olyan messzire megyek, kétszer akkora lesz, erre van a távolság, arra az energia. Egy ilyen egyenessel lehet felírni. Ha 42-szer messze megyek, akkor 42-szer magasabb lesz. Tehát ez nem fog elenyészni, amikor a végtelenbe megyek, mert ennek az erővonal a kötegnek az energiáját kell folyamatosan betáplálni. Ezért nem lehet szétszakítani. De mi vagy, ha mégis megpróbálom szétszakítani? Nyilván nem úgy csinálom, hogy megfogom és húzom. Hogy lehet ezt szétszakítani? Hát oda lövök valakit, másikat, aki kölcsönhatásba, például egy elektront. Az elektronra gluon tér nem hat, tehát az azon vidáman látható, ide megy, bink, meglöki ezt. És akkor elkezd gyorsan szaladni. Nyújtja az erővonalat, húzza. Mi történik? Hogy adtam neki elég nagy mozgási energiát. Hogyha elég sok mozgási energiát adtam, azt ő szépen áttransformálja ennek az erővonal rugónak az energiájában. És lassul, tehát nyúlik a rugó, lassul az objektum. Ha a rugóban már fölhalmozódik kétszer mc négyzet energia, ahol m a kvark tömege, akkor nem az történik, hogy a rugó tovább nyúlik, hanem hopp, itt keletkezik egy kvark-antikvark pár, és ketté válik, és már két rugó lesz belőle. Egy ilyen objektum, egy kvark meg egy antikvark összekötve ezekkel a gluon rugókkal, ez amit úgy hívunk, hogy pion, vagy általában mezonok, többféle ilyen mezon van, a legegyszerűbb a pion. Hát akkor ebből az egy pionból két pion lett. Ezek még mindig szaladnak, ugye ez szaladt valamekkora sebessége, ez mondjuk fel akkora sebessége, ez meg még itt állt, ez felével. Tovább nyújtják a rugót, hát akkor ennek a közepén megint keletkezik egy részecske-antirészecske, kvark-antikvark pár, és az erővonalak itt véget érnek, és itt már nincsenek erővonalak, mert ezeknek itt a vége. Újból meg újból szakadozik szét. Ugye ezt egy irányba kellett elképzelni, hogy mennek arra, és akkor itt szakad tovább. Van egy kis oldalirányú mozgások, és mi lesz az eredmény, hogy ebbe az irányba, mert innen meglöktem a mondjuk ennek a pionnak, vagy a protonnak az egyik kvarkját, akkor ebbe az irányba megy egy csomó, és szana szétválik, és egy csomó részecske fog szétrepülni erre. Azok mind olyanok, hogy komplett kvark-antikvark párból, esetleg az kicsit nehezebb rajzolni, hogy három objektumból álló, ilyen nehéz rajzolgatni az erővonalakat, de ilyenek tudnak létrejönni.
nem lesznek külön kvarkok, nem tudják elszakítani, mert az elszakításához ennek a kötegnek, ahhoz végtelen sok energia kéne. Ezek nem szakadnak el, nyúlik az egész, és csak részecske lesz. Ezt hívják úgy, mivel sok pion keletkezik, hát ezt pionizációnak szokás hívni. Tehát amikor atommagokat meglövünk, például elektronnal, vagy szokták neutrinókkal is, akkor ahelyett, hogy szétesne mondjuk a proton, és külön kijönne a kvark, ahelyett ez a folyamat létrehoz egy csomó olyan részecskét, aminek a belsejében ott van ez a gluon mező, ez az erővonal köteg, ami összeköti a kvarkokat, de különálló kvarkok semmiképpen nem keletkeznek, és ilyeneknek a nyalábja, jetje, úgy szokták mondani, az a sok, vagy esetleg sok ezer részecske repül ott szanszét, hogyha elég nagy energiát tettünk oda. Ugye ezek az objektumok, amik végül kiszabadulnak, ezek olyanok, hogy az erővonalak mind le vannak kötve. Na most a következő rész, amit már kicsit nehezebb lesz lerajzolni, ugye a pozitív meg negatív töltésnél az ember megszokta, hogy a pozitívból kiindulnak az erővonalak, negatívban elnyelődnek csokol, amennyi az egész. Ez most azt felel meg, hogy egy kvarkból indul ki, és egy antikvarkba fut be az erővonal, és akkor kész. Azt már nehezebb elképzelni, hogy hogy néz ki, hogy amikor három objektum van együtt, ezért használják ezt a szín hasonlatot, hogy három megfelelően választott színből össze tudjuk keverni a fehéret. Tehát fehéret tudnék úgy csinálni, hogyha a színelméletben is lenne anti, hogy piros és antipiros, de lehet úgy, hogy piros, kék, sárga összekeverve, és akkor az fehér. És akkor az a nagy dogmája ennek az elméletnek, amit azóta matematikának megalapoztak, hogy egy ilyen tartósan létező állapot a színtelen lehet. Hát annak a két alapvető verziója ez, hogy egy kvark és egy antikvark, egy ilyen, ezt úgy értjük, vagy pedig pont három kvark, mert annak akkor, de azok három különböző színben vannak, és a három szín összesen színtelent ad, és akkor ebből az objektumból nem lógnak már ki további erővonalak, ott belül le vannak kötve ezek a kvark erővonalak. Na hát ennek megfelelően a kvarkokból álló objektumoknak a két fajtáját tudjuk megkülönböztetni. Az egészet együtt hadronoknak hívják, megint csak a név az, mondjuk a Hadrosaurusból származik például, az is nehéz objektumot jelentett a Hadrosaurus. A mezonok, ez meg ugye azt jelentett, hogy közepes tömegűek, de hát már nem csak közepesek vannak. Lényeg az, hogy a kvarkból antikvarkból állok, és barionok, a hadro az meleget jelentett, a barion az jelenti azt, hogy nehéz objektum, mint például a proton meg a neutron. Most a neveknek az etimológiájával nem érdemes foglalkozni, tehát ez a két fajta merül föl, ugye? Senki nem tiltakozik. Tiltakozz egy kicsit, Attila. Az eddig elmondott szabályokból ez következik? Ez sokat tudja. Mennyit? Ennek a többszörösét. Hát például miért nem lehet hat kvarkból? Vagy mondjuk három kvark, három antikvark. Vagy két kvark, két antikvark. Most fedezték fel tavaly. Tehát ehhez képest az eredeti, mondom, a 70-es évekbeli dolgokat, ehhez képest azért vannak új fejlemények. Azt, hogy esetleg elképzelhetők ennél bonyolultabb objektumok, a kvarkokból össze tudunk rakni, szintén szintelen, de egy kicsit bonyolultabb szerkezetű valamiket, az már hamar felmerült, hogy ezt komolyan kell venni, és ilyenek tényleg léteznek, az nem olyan régi fejlemény. Az utóbbi 10 évben nálunk az egyetemen volt egy csoport, meg a KFK-iba, akik sokat számolgattak ez ügyben, hogy vajon milyen fajta, az ilyen kombinatorika összerakták, kiszámolgatták a tulajdonságaikat, meg hogy milyen reakciókban lehet ilyeneket létrehozni, és most néhány hónapja jelentették a világ nagy gyorsítói, hogy úgy tűnik, hogy ilyeneket találtak. Hát persze azt még sokszor kell ellenőrizni, sokfajta kísérletek, közvetlenül nem látjuk, hát nem jön ki valami, hogy én az 5 kvarkos objektum vagyok. Tehát például lehet, hogy a 4 kvark és egy antikvark az például egy ilyen megfelelő szintelen állapot. Pentakvarknak szokás ilyet hívni. Penta és hexakvark állapotokat. Úgy tűnik, hogy ilyeneket észleltek. Ha ez tényleg beválik, és a kísérletek megerősítik, hogy ilyeneket találtak, akkor majd megint sokat fogják emlegetni ezt a KFK-s csoportot, akik ezügyben korábban publikáltak, mert lényegében megjósolták ezeknek az állapotoknak a tulajdonságait. Tehát nem csak azt, hogy vannak, hanem kicsit konkrétabban is, hogy milyenek és milyen valószínűséggel, milyen folyamatokban jöhetnek ezek a objektumok létre. Tehát ebben az ügyben is van újdonság. Ezek nyilván nagyon rövid ideig élő állapotok.
Na most miért mondja az ember azt, hogy nagyon sokféle részecske van? Ugye sokféle meze van. Először is tessék elképzelni, amikor én azt mondom, hogy kvark, antikvark, hát akkor lehet válogatni abból a sokból. Ugye eddig még csak a úrról meg a déről volt szó, de itt vannak a további generációk, hogy a második generációban a leptonoknál a műon meg a neutrinója, meg a harmadik generációban a tau meg a tau neutrinója. Itt a kvarkoknál az UD után jött a C és az S, tehát a charm bájos, és a S strange az ritka kvark, és ez pedig a top és a bottom, tető meg a fenék, vagy magyarul inkább, vagy mostanában inkább beautyt mondanak helyette, szépséges, ezek a kvarkok. No, nem tudjuk, hogy miért vannak ezek, ennyi van, ez pillanatnyilag kísérleti tény, és akkor ezeknek a kúknak a helyébe mindezt beírhatom, akkor lehet őket ott permutálni, ugye egy C-szer anti-S, vagy C-S-U, kombinációk, ezek mind megfelelnek egy-egy létező részecskének. Ezek nehezebbek. A nehezebbek el tudnak bomlani a könnyebbekre, tehát azok, amelyekben a nehezebb objektumok vannak, azok csak ideiglenesen létező részecskék, tehát vannak nehezebb mezonok, meg nehezebb barionok, ugye vannak, a mezon az közepes tömegű, tehát a barion az nehezebb, hát vannak már nehéz mezonok, amik nehezebbek, mint a könnyű barionok, szóval a nevekben inkább megint ne kössünk bele. Annak idején, amikor felfedezték például a C-anti-C-ből kötött objektumot, akkor olyan büszkék voltak rá, hogy a fizikusok olyan pólót hordtak, ide rá volt írva. Két kutatócsoport fedezte föl külön, az egyik J részecskének, a másik Psi-nek nevezte el, aztán maradtak abba, hogy J per Psi, és ilyen hatalmas J per Psi-k voltak a pólók rajta 74-ben. Tehát csomó érdekes dolog volt, és most már nagyon sok ilyet lehet összebarkácsolni ezekből. Ezek azok a különböző részecskék, amiket mondtam, hogy korábban felfedezték, nem tudok hova tenni, most már látjuk a szerkezetüket. Nagyon rövid ideig élnek, átalakulnak egymásba, de ebből a struktúrából, hogy miből vannak, amiből ki lehet számítani a kvantumszámaikat, töltéseiket, stb. Illetőleg, ha jól csináljuk, akkor az elmélet azt is megmondja, hogy milyen valószínűséggel, hogy bomlanak el, mekkora az energiájuk, és így tovább. Na most akkor ehhez képest még jöhetnek ezek az olyan egzotikus valamik, amiket az előbb mondtam, hogy nem csak egy ilyen két, vagy három kvarkos, hanem bonyolultabb állapotokat is össze lehet rakni. Az a lényeg, hogy az elmélet azt követeli meg, hogy összességében szintelenek legyenek, de hogy melyik ízből vesszük, az önkényes. És akkor mindenfélét itt még bonyolultabbakat össze lehet rakni. Nyilván ezek úgy keletkeznek, hogy azokban a folyamatokban, amikor itt az előbb mutattam, hogy összecsapunk nagy energiát, befetszolunk a rendszerbe, meglöktük az egyiket például, akkor az itteni energia itt kelthet mindenféle fajta kvarkot, amik még előfordulhatnak, és akkor ezek a szétrepülő ízék, ezek sokféle verzióban előfordulhatnak. Na ez még csak az egyik tulajdonság, hogy milyen összetevőik vannak. De hát ezek nem csak úgy vannak együtt, hanem keringenek egymás körül. Tehát két kvark, vagy a három, mozog egymás körül, és emiatt még, ugyanúgy az atomban az elektronoknak különböző pályamozgásuk lehet, és emiatt is még van energiájuk, meg impulzus momentumok, meg ilyesmik, emiatt lehetnek bonyolultabb állapotokban. Tehát például nagyobb spinűek. Mindegyiknek van önmagának a kvarkoknak egy feles spinje, azok összeadódnak, de plusz hozzáadódik még a pályamozgásból adódó, és ezzel megint lehet vacakolni. El lehet képzelni például olyan folyamatot, hogy adott kvark párból képzítünk egy részecskét, ami így nagyobb pályán kering egymás körül, akkor ez kisugároz az energia egy részét, és akkor kisebb pályára, de még mindig ugyanazokból az összetevő kvarkokból van. Jó? Akkor ezek bizonyos tulajdonságban hasonlítanak, de az egyiknek nagyobb az energiája. Ilyen folyamatokat figyeltek meg a 60-as években sok-sok részecskek között, és ezt most utólag be tudjuk sorolni úgy, hogy a kvarkok közötti, de a kvarkokat tartalmazó részecskéknek a különböző átalakulásai. Na hát ez a kvarkfizika arról az irányból nézve, hogy itt a nagy vákum, a vákumban vannak részecskék, amik mozognak, és akkor próbáljuk őket szintzálni. Most próbáljuk ugyanezt megnézni a kozmológia irányából nézve. Az alap gondolat az volt, hogy a legelején, ha visszagondolunk, hűl a világegyetem, és a kezdeti forró masszából kiválnak a kötött állapotok. Itt viszont, mintha arról beszéltem volna, hogy a kvarkok csak kötött állapotban létezhetnek. Tehát nem az volt, hogy korábban olyan nagy volt az energia, hogy mindenki szabadon kószált, csökkent az energia, akkor szépen
párkapcsolatba léptek, vagy hármas kapcsolatba, mint ők szokták, és akkor utána ott együtt maradtak, és akkor később az ilyenekből még nagyobb további objektumok, atommagok jöttek létre, abból meg további, még kisebb kötési energiával, még lazábban kötött objektumok, mondjuk molekulák, aztán bolygók, stb. Ez azt hitt, de a kvarkoknál hogy indul az egész? Megint egy érdekes dolog, ahol ugye az ember most igazat is mondott, meg nem mondott igazat, ezt kell finoman megfogalmazni. Az alapgondolat az helyes. Kezdetben nagyon meleg volt, akkor nem voltak ilyen kötött állapotok. Az ember azt gondolná, hogy szabadon kószáltak a kvarkot, rallala, erre mennek, arra mennek, csökken a hőmérséket, akkor becsatlakoznak és csinálnak kötött állapotokat. Ha visszafele lejátszom a filmet, növelem a hőmérséket, akkor előbb-utóbb szétszakadnak ezek az objektumok, mint ahogy az atomok szétszakadtak, ionizálódtak, nagyobb hőmérsékleten atommagok szétesnek, aztán akkor biztos szétesnek a protonok is kvarkok. No, de nem lehetséges, mondja ez az elmélet. És tényleg, hát akkor erre fele hogy csinálta a természet? Na ez a trükk. Ez akkoriban történt, amikor ebből a sok összetevőből, amit elmondtam, hogy itt a nagy semmiben szaladgálnak a részecskék, a nagy semmi nem volt jelen. Tehát nem úgy volt, hogy külön mászkáltak a részecskék messze egymástól, és aztán majd összeálltak, hogy a protonon belül bizonyos átlagos távolságban vannak egymástól a kvarkok. De a protonok egymástól messzebb vannak, amikor az űrben szaladgálnak. Amikor az anyag olyan sűrű volt, hogy a protonok szinte összeértek, sőt, még sűrűbb volt, hogy szinte egymásba másztak, akkor, hogyha eltörölném mondjuk az egyes protonok határait, akkor mit látok? Ott szaladgál sok kvark szabadon, nincsenek külön-külön kötve egy-egy zacskóba. De mégis ugyanolyan közel vannak egymáshoz, mint ahogy a proton belsejében, tehát jól érzik magukat, és nincs az a marha nagy energia, ami ahhoz kéne, hogy szétszedjük őket. Rendben? Tehát szét is vannak szedve, meg mégse, mert olyan sűrűn vannak, hogy akkor vannak szabadon, amikor úgy vannak, mint amikor be vannak börtönözve. Mert érezni, a börtönben ilyen kis magáncellába, kettesével, hármasával szoronganak, ha kiengednénk önket, akkor szaladgálnak szanaszét a mező. De hogyha 300 év múlva engedik ki, amikor az emberiség már olyan sűrű lesz a Földön, hogy így kell állni egymás mellett, akkor a börtön meg a szabadság az tök egyforma lesz. Jó? És hát annak idején ilyen volt a helyzet, hogy olyan sűrű volt az anyag, hogy együtt mászkáltak ezek a protonok, ezt hívják kvarkanyagnak, vagy még elegánsabban kvark gluonplazmának. Most is lehet ilyet létrehozni. Most nem az egész világ egyetem ilyen sűrű, de hát helyileg létre lehet hozni megfelelően sűrű anyagot. Hogy kell csinálni? Szokásos módon egymásba kell lőni az anyag részecskéit. Nagy energiájú, sok protont tartalmazó objektumokat. Mik azok? Atommagok. Ilyen kísérleteket végeznek itt. Magyarországon is vannak ilyenek, de magyar csoportok benne vannak Európában, meg Amerikában egy csomó hasonló kísérletben, ahol nagy részecske gyorsítókban most nem elemi részecskéket, hanem atommagokat, azaz sok protont, sok neutront tartalmazó objektumokat gyorsítanak. Valamilyen rejtélyes okból aranyatommagokkal szokták csinálni a kísérletet, hogy jól hangzik, amikor a bölcsészlányoknál dicsekszik az ember, hogy most párról oktatunk el 3 kvadrillió aranymagot, és akkor azokat csináltuk. A bölcsészlány nem szorozza össze, hogy ez hány mikrogram aranyat jelent, de minden esetre ezt csinálják. Ugye, hogy működik egy ilyen kísérlet? Hát oda teszik azt az aranyfóliát, vagy egyebek, azt valahogy ionizálni kell, és akkor elpároloktatják melegítéssel, akkor löpködnek az arany atomok még, azok nem elektromosak. Valamilyen kísérléssel letépik az egyik külső elektron. Akkor már ion lesz. Elektromos térben elkezdenek gyorsulni. Rálövik egy fóliára, átrepülnek a fólián, a fólia meghámozza az atomot, és újabb elektronhéjakat szakít le róla, akkor már a mag megvan, körülötte még van néhány elektron, de már kisebb, és még nagyobb az elektronos töltése, pozitív többet, akkor már még jobban gyorsítja. Még átlövik egy fólián, ha ügyesen csinálják, akkor egy vagy két fólia után már teljesen csupasz lesz az aranyatom. Szóval a külső elektronok már nincsenek, és akkor a magot lehet tovább gyorsítani, a magot belelövik valamilyen céltárgyba. Amikor összeütköznek, akkor marha nagy energia, ezért sűrű, nagy sűrűség. Olyanok lesznek a viszonyok, mint annak idején az ősrobbanásban, az első 10 másodperc környékén, amikor a nagy energiával nagy sűrűsége volt. De itt most ugye ez pici kis tartományban, a két ütköző atommagnak a kis átfedő tartományában jön létre ez az állapot, töredék másodpercekig.
mikro vagy, még annál is kisebb szekundumokig. Míg annak idején az egész univerzum ebben az állapotban volt. Olyan sűrű volt mindenhol az anyag, hogy az a bizonyos részecske plazma, az már nem protonokból, hanem kvarkokból álló plazma volt. Na most ez megint csak egy nagyon rövid ideig tud fennállni ez az állapot, összecsaptuk, és akkor aztán elindul szanaszéjjel. Elkezdték részletesen egyrészt elméleték számolni, másrészt kísérleték analizálgatni ezt a folyamatot, amikor mennek szét ezek a pillanatnyilag összecsapott atomnak fröccsök, és ott középen létrejött a részecske plazma. Mi történik, amikor megy szét, akkor megint szétszakadozik. A kvarkok örültek egymásnak a barátságának és a szabadságának, de egy idő után azzal a folyamattal, hogy ehhez hasonlom, hogy megint ilyen különálló hadron cseppekre szakadozik az anyag, tehát kettesével, hármasával összeállnak a három kvark vagy kvark-antikvark párok, és repül szét az a sok valami. Ugyanazt látjuk, mintha nem jött volna létre közben az a pillanatnyi állapot, amikor szabadok voltak a kvarkok. Sűrű, mindenki együtt, de azért mégiscsak szabad kvarkok. Most jön a finom matematika. Részecske fizikusok a modellek alapján elkezdenek utána számolni. Rendben van, így is azt látom, hogy szenaszétre abból egy csomó pion, meg úgy is azt látom. De hogyha közben létrejött az a kvark-klón plazma, amikor egy ideig egy kicsit szabadon szaladgáltak a kvarkok, akkor a szétszaladó részecskéknek egy kicsit más lesz a sok tulajdonosok. Más lesz az eloszlásuk, más lesz a relatív sebességük, stb. Ennek utána kell számolni matematikailag. És a detektoraimmal mérem azt a sok száz vagy sok ezer szanaszét repülő részecskét, és megnézem, hogy vajon melyik modellnek felel meg, hogy létrejött ott közben egy ideig ez a részecske plazma, vagy nem. De arról nem is beszélve, hogy az az állapot, ami akkor létrejön, hogyha összerakom, hát annak nem ismerem pontosan a fizikai tulajdonságot, mert hát éppen most akarom felfedezni. Rendben? És ezért sok különböző modell versenyez, és mindegyik mond valamit, hogy ott akkor szétrepülő részecskéknek ezt kell látnod, vagy azt kell látnod. Amikor először láttak ilyeneket néhány éve az egyik genfi gyorsítóban, amit éppen le akartak bontani. Ugye azért akarták lebontani, ugyanabban az alagútban megépítsék a még sokkal nagyobbat, amit majd most fognak a nyáron beüzemelni, akkor láttak valamit, hogy mit láttak, hogy egy ilyen mérési görbén volt egy ilyen kis hupli. Ez már ennek a vízfénye. Hát ez még kis effektus, egymérés, nem mérés, de hát holnap szétszedik a bennes. Akkor sírtak a főnökségnek, hogy na még hadd járassuk még. Két hónapot tudtak kísírni. Két hónap alatt a kis hupli egy kicsit nagyobb huplivá növekedett, de ha ekkora lett volna, akkor mehetnek a Nobel-díjem, mert akkor megvan a kvarkulon plazma. A kísérletezők biztosak benne, hogy megvan, de hát többieket is meg kell győzni. Ez már majdnem olyan, mint a politikusok, ahol egyik ebbe hisz, másik abba hisz, és akkor nagyon alaposan meg kell győzni, szóval nagyon erős bizonyítékkel. De hát szétszették a berendezést, azóta itt mindenki idegeskedik, nehogy az amerikaiak hamarabb összerakjanak valami olyan gyors időt, és ők mérjék meg. Ha most beindul ez a új gyorsító, az egyik első célja a Higgs részecske megtalálása mellett az lesz, hogy ezt újból ellenőrzik majd. Most azóta másfajta kísérletek, meg elméleti számítások egyre inkább azt mutatták, hogy ez tényleg létezik. Tehát egy időre létrejön az a bizonyos állapot, amikor nem különálló protonok, meg neutronok vannak, hanem egybeolvadt a sok kvark. Úgy szokták ezt korábban elmondani, mint hogyha ilyen zacskókba lennének rakva a kvarkok, hármasával vagy kettesével be vannak csomagolva, összecsapták, és hogy elolvadt a nejlon zacskó, és az egész egy nagy zsákban van benne. Tehát ez a kvark zsák. Igen? Az egész? Mindjárt mondom, igen, ezt akarom mondani. Hát mi az, hogy elemi? Ugye pillanatnyilag azt mondjuk, hogy a kvarkok az elemiek, és a proton az nem elemi részecske. A sok protonból összerakott objektum, mondjuk ez az atomnak belsejében létrejött valami, az nehéz, nehezen tekinthető eleminek. Na, ugye ez egy ideiglenes állapot. Annak idején az univerzumban szintén ideiglenes volt, de akkor az egész űrt betöltött, tehát akkor még szélese volt. Hol jöhet létre még ilyesmi? Megfelelő nagy nyomás alatt is el lehet képzelni, hogy ezek az acskók úgy összeragadnak, átalakulnak. Mi hozhatja létre a nagy nyomást? Hát például a nagy hőmérsékleti ütközés, de például a gravitáció. Rakjunk össze nagyon sok protont egy nagy részében, mit kapunk? Csillagot. Amikor a csillagban már nincsenek magreakciók, akkor a gravitáció elkezdi összehozni, és jó sűrű lesz. Hát mi az? Hát neutron csillag. De ha eléggé nagy a gravitáció, akkor annak a közepén esetleg olyan nagy a nyomás, hogy ezek a neutron zacskók a három kvarkkal, azok összeolvadnak, és annak a belsejében létrejön egy ilyen valami, hát akkor ez hívják kvark csillagnak. Tekinthető a kvark csillag egy elemi részecskének. Hát egy, mi a fenének, barionnak tekinthetem, mert kvarkokból áll, de hát azért
egy ilyen 10 km átmérő elemi részecskét, ez ugye, hogy mondjam, definiálni mindent lehet, én inkább nem tekinteném annak, hanem sok részecskének a kötött állapota. Egy makroszkopikus objektum. Jó, na most mire hasonlít ez az átalakulás, hogy a kis zacskókból egy nagy zacskó lesz? Hát olyasmi, mint amikor a különálló vízmolekulák összeállnak, és lesz belőlük egy nagy jégkristály. Halmazállapot változás, vagy fizikus nyelven fázis átalakulás. Fázis átalakulásoknak számos különböző verzióját fedezték fel, hát annak idején ezek voltak a legelsők, a halmazállapot változások, fagyás párol, vagy a fagyás olvadás, illetve párolgás lecsapódás. Azóta már nagyon sokfajta másféle fázis átalakulást vizsgálkodtak fizikusok. Például olyasmiket, hogy egy kristályos anyag különböző kristály szerkezetű állapotok között alakul át, ami olykor drámai, mert például ónnak valamelyik verzió egyszerűen elporlik és szétesik az ónedény, ez is egy ilyen típus átalakulás. Vagy vannak mágneses átalakulások, amikor a bizonyos anyagokban levő mágneses atomoknak ezek a spinjei másképp rendeződnek el. Bizonyos hőmérsékleten átrendeződik az anyag, például a vas elveszti a mágnességét, hogyha egy kritikus hőmérséklet fölé hevítjük, és így tovább. Tipikusan az történik, hogy bizonyos hőmérsékletet kell elvíteni, illetve még beleszól a nyomás is, és ezért szoktak rajzolgatni mindenféle fázis diagramokat, hogy a hőmérséklet és a nyomás függvényében meg tudják mondani, hogy ekkora hőmérséklet, ekkora nyomás van, akkor az anyag ilyen állapotban van, akkor van itt egy ilyen elválasztó görbe, hogyha afölött vagyunk, akkor például a gőz, az alatt folyadék, itt szilárd, meg egyebek. Vannak olyan anyagok, amik nagyon sokféle fázisban mehetnek, például az acél. A kohómérnököket azzal riogatják, amikor kocsmában mennek hazafelé, és akkor húhog rájuk valaki, hogy rajzolt föl nekem a vasnak a fázis diagramját. Istenem, valami 15 különböző állapot van, és akkor ilyen kis cakkok meg minden van, van, amelyik csak egy nagyon kis részig létezik. A víznek is van ám, még a közönséges három ismert dolgon, a jégen, vízen, gőzön kívül, még egy csomó más fázisa, csak nagy nyomás kell hozzá. Tehát nagy nyomáson hozták létre rövid ideig, tehát például lehet jeget csinálni 180 Celsius fokon is, csak hát az ilyen nagy berendez, marha nagy nyomású berendezésnek a belsejében van, és hát nem lehet nyalogatni, mint a fagylaltot. De szóval az is a vízmolekuláknak valamilyen speciális átrendezése. Na most sokféle verzió van, a legtöbb az olyan, mint a közönséges olvadás, hogy egy adott nyomáson, adott hőmérsékleten megy végbe az átalakulás. Ugye mindenki tanult, hogy akkor ott egy ideig áll az anyag, nyomom a hőmérsékletet bele, nem nő tovább a hőmérséklet, mert arra fordítódik az energia, hogy szétveri a kristályszerkezetet, mondjuk a jégnek a kristályét, aztán utána, amikor már megolvadt az egész, akkor nő tovább a hőmérséklet. A hőmérséklet így fog változni az időben, megy fölfelé, akkor megáll a nulla fokon, amíg az egész ellenolvad, aztán megy tovább. Vannak ilyenek. Vannak másfajta fázis átalakulások, akkor olyanokat számok első, másodrendű, stb. Ezeknek mindenféle szép bonyolult matematikai elméletük van. 30-as években Landau, aki zseniális fizikus volt, és a fizika sok ágával foglalkozott, ő dolgozta ki ezeknek az általános elméletét, amit aztán később jelentősen megreformáltak a 60-as évek végén, 70-es évek elején, és egy nagy általános elméleti fejlődött. Hát miért ne alkalmaznánk erre? Alkalmazzuk arra, hogy a kvarkok egymás közti kölcsönhatása során milyen lehetséges állapotok, tehát makroszkopikusok, alakuló fázisok lehetségesek. Egy elég nagy atommag, ugye az, mint amin pár száz részecskét tartalmaz, az már olyan, hogy a belsejében levő objektum az már, hát Istenem, az észre se veszi, hogy milyen messze van az atomnak. Olyan, mintha egy végtelen nagy cseppnek a közepén lenne. Mert tessék elképzelni, hogy egy vízcsepp az óceán közepén, hát annak tök mindegy, hogy 3 kilométerre vagy 3000 kilométerre van az óceán széle. A vízcsepp az óceán felszínén, annak nem mindegy, mert az egyik oldalról levegő húzza a másik oldalra. A víz, aki benne van a közepén, annak már lényegében tök mindegy. Egy elég nagy atommag az már úgy tekinthető, mintha végtelen nagy atommag lenne, hát ez a szokásos fizikus elhanyagolás, úgy hívják, hogy maganyag, és külön, hogy kell mondani, fizikus iskolák vannak, akik a maganyag elméletével foglalkoznak, nálunk is van jó néhány ilyen kutató, aki ennek a részleteit dolgozta ki. Hát akkor most nyilván azt kell csinálni, dolgozzuk ki a kvarkanyagnak az elméletét, akkor a maganyagot jól megnyomtuk, nagy nyomás alatt összeolvadtak ezek a kvarkzacskók, és akkor a kvarkok már olyan korlátozás nélkül, hogy neked csak ebben a cellában szabad szaladgálni, olyan nélkül mindenhol mennek, de ugyanolyan sűrűn vannak, vagy még sűrűbben. És akkor a kettő közötti átmenetnek a részleteit kell kiszámolni. Na, tehát mi múlik ez? Miből kell kiszámolni? Hát elvileg a kvantumszindinamikából. A kvantumszindinamika az a hiper-szuper és csúcs elmélet, ami pontosan, pillanatnyi tudásuk szerint pontosan leírja a részecskék közötti kölcsönhatásokat, csak marha nehéz kezelni matematikailag.
Hát akkor azt kell csinálni, hogy annak az elméletnek az egyenleteit numerikusan megoldani, mert exaktó úgyse lehet, számítógépekkel oldjuk meg, és akkor kijön, hogy adott hőmérsékleten, nyomáson, sűrűségen milyen állapotban alakulnak ki ezek, hogy mi lesz belőle. Erre vannak finom technikák, de most a részletekben nem menjünk bele. Tehát ezt, és akkor a számítógép végül kiköpi, hogy ilyen hőmérsékleten most akkor markanyag van, akkor a nyomáson meg még csak neutron anyag, meg lehet rajzolni az állapotdiagramot, hogy hogyan alakul át egyik a másikba. És aztán össze lehet hasonlítani például azzal, hogy az univerzum történetének adott korszakában fennálltak-e ezek az állapotok, hogy a csillag belsejében például fennáll-e. Vagy a részecske gyorsítóban, amikor összecsapom azokat a részecskéket, akkor vajon elértem-e azt a kritikus sűrűséget, nyomást, amikor átalakul az anyag ilyenné, olyanná. Mi kell ehhez? Hatalmas számítógép. Mi kell a számítógépekhez? Azt mondod, hogy pénz. Esetleg más is. Ész is kell. Melyik van Magyarországon? Hát Magyarországon ész van, hogy kell mondani, ha így megy tovább a fizikus képzésnek, meg egyéb képzésnek a butítása, akkor egyre kevésbé, de pillanatnyilag van ész. Magyarországon néhány kutató az ELTE-n megcsinálta azt, hogy mivel hogy nincs annyi pénzük, hogy vegyenek hatalmas szuperszámítógépet, építettek egy szuperszámítógépet. Miből? PC-kből. Mi az, ami nem kell a PC-n? Hát a monitor, meg a billentyűzet, meg a Windows, meg ilyesmi, ez mind nem kell. A PC-ket kell meg fölmódon összekapcsolni. Összekapcsoltak egy csomó PC-t, hadd dolgozzanak párhuzamosan. Ugyanis ezeket a számításokat el lehet végezni párhuzamosan. Nem kell. Az egyik gépnek nem kell várni a másiknak az eredményére, szépen párhuzamosan tudnak dolgozni. Már hogy kb. 10 éve megépült az első, de betöltött néhány laborasztalt, olyan 30-valahány PC-ből volt összekapcsolva, és akkor az volt itt Európában a legnagyobb, hogy kell mondani, adott, ilyen típusú számításokra kihegyezett számítógép, aztán fejlesztették tovább, és akkor még többből készült el, és ezzel megoldották ezt a problémát, tehát kiszámították a kvarkanyag és a maganyag és a kvarkanyag közötti átalakulásnak a paramétereit. Ez olyan nevezetes eredmény volt, hogy néhány éve a Nature-nek a címlapján is ez jelent meg, tehát a legnagyobb és legfrissebb eredményeket rakják ki. Nature-ben főleg biológiai dolgok jelennek meg, tehát amikor fizika még ki is kerül a címlapra, azért az külön ünnep. Hát Fodor Zoltán, Csikor Ferenc és Kat Sándornak az eredménye, az tényleg ezt megérdemelte. Nagyon nagy és régi problémát oldottak meg, numerikus modellezéssel, és hát külön extra az, hogy nem vettek hozzá egy nagy számítógépet. Most természetesen ezek után megindultak nagy külföldi csoportok, akik viszont vettek számítógépet, ami még nagyobb, most a beüzemelésnél tartanak, de a magyar csoport természetesen egy még ravaszabb számítógépét épít. Például rájöttek arra, hogy fejlődött tovább a számítógépipar, és a számítógépekben vannak olyan alkatrészek, amik még gyorsabban számolnak, mint a processzor. Attila meg ilyen működik, mi a videokártyák. Ugye, mert hát mi hajtja mostanában a számítógépipart azt, hogy mindenféle szörnyeket kell lövöldözni, és a szörnyeknek az összes szőrszálának külön látszani kell a képen, és rezegnie kell. Tehát hatalmas számítókapacitások vannak a videokártyákon, és az párhuzamosan programozható, mert a szörnynek az egyik fülének a szőrszálait, meg a másik fülének a szőrszálait egyszerre számítja ki a számítógép, tehát azok ilyenek, ezek a videokártya processzorok, óriási energiákat öltek bele, és hatalmas fejlődés volt az utóbbi 10 évben ebben az ügyben. Hát akkor vegyünk néhány videokártyát, és annak a processzorait, videoprocesszorokat programozzuk be, úgy sokkal gyorsabban fognak működni, mint a hiper-szuper nagynyugati szuper számítógépek. Megfelelő ésszel és megfelelő egy gép programozza sok-sok videokártyának a videoprocesszorát, és azzal ezt most csinálták, de már működik, és nem sokára, tehát most folyik a verseny, valószínűleg ők lesznek remélhetőleg készen. Most még finomabban kiszámítja, mert valamelyik csoport kétségbe vonta az eredményeknek bizonyos részleteit, na majd még finomabban, pontosabban ki tudják számítani, hogy melyik típusú kölcsönhatás, mikor és hol. És utána, hát ez, hogy mondjam, az, hogy ők csinálták először, és nagyon jól csinálták, ezt már nem lehet kétségbe vonni. A további verseny az bizonyára ennek az egész témának a még erőtesebb tisztázását fogja hozni. Mi lesz ebből? Hát egyrészt össze kell hasonlítani azzal, ami a részecske gyorsítókban van. Hogy megkapjuk az állapotdiagramot, hogy ilyen hőmérsékleten, olyan nyomáson megtörtént ez az átalakulás. Rendben van, akkor meg lehet nézni, hogy vajon a genfi kísérleteknél tényleg megtörtént az átalakulás, vagy csak a közelébe jutottak, vagy túljutottak-e, meg egyébként. Van egy másik csoport, aki azzal foglalkozik, hát ugye
bonyolult folyamatnak sok részlete van, mindegyiket másképp kell modellezgetni, hogy amikor összeállt ez az anyag és elkezd talán szétmenni, akkor a szétmenés során mi történik? Hát ott nagyon gyorsan mozognak a részecskék, és nagyon sűrűn vannak. Milyen anyag ez? Hát folyadék vagy gáz, tehát inkább valami folyadék, mert jó sűrű. De relativisztikusan, hát majdnem fénysebességre mozgó részecskékről van szó. Mit kell csinálni, ki kell dolgozni a relativisztikus hidrodinamikát erre alkalmazva. Ez megint egy olyan tudomány, amivel sokan foglalkoztak, de csak úgy mellékesen. Akkor megvolt a relativitás elmélet, hát akkor szépen sorba vették a fizika összes ágát, és odaírták hozzá, hogy relativisztikus, tehát megcsinálták, de csak úgy tessék, lássék. Hát biztos fontos dolog a relativisztikus elektrodinamika, hát vannak gyorsan mozgó részecskék, amik sugároznak. Fontos dolog a relativisztikus mechanika, mindenki ismer, hogy E egyenlő MC négyzet, az ugyan nem igaz, de mindegy, de szóval ilyenek voltak. De hát a könyvekben néhány oldalas fejezet van arról, hogy relativisztikus termodinamika, relativisztikus hidrodinamika, mondva, hogy az úgyse érdekes, de hát az egység kedvéért már csináljuk meg azt is. 20-as években fölírták a relativisztikus hidrodinamika egyenletét, aztán elfelejtették. Hát a folyadék, a folyók nem szoktak fénysebességgel folyni. Landau jött rá később, hogy van olyan anyag, ahol ami folyadékként viselkedik, és majdnem fénysebességgel mozog, speciálisan az atommagok anyaga. Az atommag, mondtam ezt a Bogáncs modell, de hát azt kicsit másképpen mondva, olyan, mint egy nagy folyadékcsepp. A sűrűsége nagyjából állod össze, akkor a sok bogáncsot, akkor egy nagyobb bogáncs gömböcot kapok, nem húzza össze. A vonzás egy nagy, valami olyan, mint egy folyadékcsepp, és hogy például egy atommagreakció, amikor például az uránmag hasadását nézzük, eltalálja a uránmagot egy neutron, és az végül ketté hasad, azt úgy lehet elképzelni, például és modellezik is, megütik, és akkor elkezd így rezegni, aztán végül így ketté, mint egy folyadékcsepp ilyen rezgés. Végez, aztán egy ketté hasad. És az egésznek a belsejében például, hogyha jól megütik, akkor terjed egy lökéshullám, mint a folyadékban, és a másik végén leszakít valamit. Ezt az amerikai krimikben lehet látni a durvább verzióban, amikor itt meglőnek valakit, kicsit leszakad a koponyájának egy része, terjed benne a lökéshullám az agyába, valami ehhez hasonló típusú folyamatok vannak, és ezt lehet numerikusan modellezni, elnézést a fiatalkoroktól, tehát lehet modellezni a hidrodinamikával, amit annak idején megidózza. Most akkor erre a még sűrűbb és még furcsább anyagra ki lehet dolgozni a hidrodinamikát. Sőt, hát esetleg meg föl lehet írni az egyenleteit, esetleg meg is lehet oldani. Ebben az ügyben megint csak történt egy nagy áttörés. Az ELTE egyik diákja, aki ugye még mindig a korábbi okítások közé tartozott, néhány éve exakt megoldásokat talált a nagyon gyorsan folyó folyadéknak a mozgás egyenletére. Ebben senki nem reménykedett. Azt remélték, hogy fölírják, aztán majd számítógéppel megoldják. Erről megoldott a kézzel analitikusan, és ez nagyon jól illeszkedik ahhoz, amit a kísérletek tapasztaltak. Kiderült, hogy ez az anyag, ami ott folyik, tehát a világ legmelegebb és legsűrűbb anyaga, amit itt eddig előállítottak, ez ideális folyadék. Annyira ideális, hogy tökéletes folyadék, hogy semmi entrópia termelés, semmi. Szóval, hogy a legszebben illeszkednek rá, jobb folyadék, mint a víz, tehát pontosabban illenek rá a folyadék egyenletek, és ráadásul relativisztikus sebességgel, fénysebességgel spriccel szét, az alatt a néhány pillanatnyi töredék másodperc alatt, amíg egyáltalán az egész létezik. De a folyamatnak a részleteit, hogyha szétbontjuk, hogy összeütközik a két atommag, összenyomódnak, létrejön ez a furcsa kvark állapot, akkor utána az elkezd így szétfolyni, aztán utána szétszakadozik részecskék. Ezeket külön-külön lehet részben számítógéppen, részben pedig analitikusan képletek alapján vizsgálgatni, és abból lehet következtetni arra, hogy milyen módon röpülnek szét a részecskék. Hát ez így stimmel, és közben az a rész is, hogy akkor így meg úgy folyik, és ezekkel az egyenletekkel lehet leírni. Erre megint van ugye egy egész kutatócsoport, a KFKB, akik pont ezzel a relativisztikus hidrodinamikával foglalkoznak. Ők is ezt nagy néparilag csinálják, tehát nagyban fejlesztik tovább a modellt. Ez egy nagyon izgalmas és gyorsan fejlődő ág, és ráadásul ugye megint mindenki arra hajt, hogy néhány hónapon belül beindulnak a gyorsítók, amik újabb eredményeket produkálnak, és hogyha valakinek jó elméleti előjelzései vannak, és azt a gyorsító igazolni fogja, hát akkor az itt nagyot kaszálhat, és nagy hírnévre tesz szert, és megérdemelt nagy hírnév.
évre. És természetesen ezzel jobban megismerjük, miért csináljuk mindezt, hát jobb, nem azért, hogy nagy hírére tegyük szert, hanem jobban megismerjük az anyagnak az alaptulajdonságait, például azokat az erőket, amik összekötik a kvarkokat, amik jelenleg ilyen helyeken jöhetnek létre, mint az atommagütközés, illetőleg egy nagy neutron csillagnak a belseje, ami megint csak fontos dolog, hogy milyen lehet a csillagfejlődés végállapota, és hogy visszatérjünk a kozmológiához, hogy milyen volt az anyag állapota valamikor az ősrobbanás utáni első tized másodpercekben, amikor az egész univerzum ilyen állapotú volt. Hogy akkor vajon kvarkanyag volt, vagy már neutronanyag, vagy mikor, melyik állapot volt. Később aztán már ritkább volt nyilván, de volt egy olyan korszak, hát hogyha amennyiben tényleg létezik ez az állapot, és most már egyre inkább úgy néz ki, hogy létezik, amikor az egész anyag ebben az állapotban volt. És akkor most már el lehet mondani azt, hogy is keletkeztek az első struktúrák, hát a kvarkok azok már ott voltak korábban, sűrűn voltak, tehát nem voltak ilyen zsákba zárva, vagy hármasával, kettesével karanténba összerakosgatva, hanem az egész anyag olyan sűrű volt, vagy még sűrűbb, mint most az atommagok. Ott nyüzsögtek benne a kvarkok és antikvarkok, és amikor az egész tágult, és a tágulás során a sűrűség már kisebb lett, elérte körülbelül azt, ami most az atommagoknak a sűrűsége, vagy egy kicsit nagyobb, akkor kezdett ez zacskókra szakadozni, tehát így hármasával, kettesével, vagy esetleg hatosával összeálltak a kvarkok megfelelő zacskókba. Különböző kvarkok, könnyebbek, nehezebbek, amik mind ott voltak, ugye a múltkor megbeszéltük a termodinamikusban, ha elég meleg van, akkor mindegyik jelen van. Utána ezek a valamik, ezután, miután már létrejöttek ezek a ilyen kvark erővonalak által összetartott kisebb zacskócskák, azok kezdtek szétszagadozni. Tulajdonképpen ez volt az első differenciálódás az univerzumban, addig homogén anyag volt, és most jöttek létre a vákum és a részecskéknek a különböző tartományai, tehát ez a kettőség. Később ez ugye megismétlődött úgy, hogy a gáz szétfolyt, és külön, vagy összegyűlt, és akkor lett galaxis, meg a galaxis közi űr, de az már más szinten volt. Most egyáltalán az, hogy a forró kvark plazmából lettek kvarkokat tartalmazó ilyen hadronzacskók, barionok, meg mezonok, illetőleg a két ilyen között a nagy semmi. Ez volt az első ilyen típusú fázis átalakulás, amit ahhoz lehet hasonlítani, amikor a vízgőz lecsapódik, és akkor itt egy vízcsepp köztem meg a levegő, ahol meg nincs víz. Valami ilyen jellegű folyamat, ez az első másodpercnek az első töredéke környékén megtörtént, és így módon azt mondhatjuk, hogy az univerzumnak az első térben elkülönült struktúrái ezek a hadronok voltak, tehát a kvarkokból összeálló kettes, hármas, esetleg hatos, vagy hasonló jellegű dolgok. Ezek után azt később a könnyebbek, vagy most a nehezebbek lebomlatnak, és megmaradtak a könnyebbek, csodák. Hát például a proton meg az antiproton, vagy a pionok. A pionok azok szét tudnak sugározni, mert van benne részecske meg antirészecske, hát azok együtt után meg tudnak szűnni, persze amíg elég meleg van, azok is újra keletkeznek. A protonok meg az antiprotonok pedig eljátszák azt, amiről a múltkor beszéltem, hogy itt még nagyjából egyformán voltak, de a későbbi folyamatok egy kis aszimmetriát vittek közéjük, és amikor már nem tudtak újra keletkezni ezek a valamik, akkor már ugye külön voltak, most már nem egyesével keletkeznek a kvarkok, antikvarkok, hanem ilyen zacskóként és antizacskónként lehet protont, antiprotont csinálni. Később, amikor ezek már egyre ritkábbak voltak, akkor a antiprotonok szétsugároztak a protonokkal, és maradt egy pici, ugye a tizedik tizedesről megbeszéltük, annyi felesleg a protonokból, és abból lettünk később mi. Tehát ők voltak a világegyetemnek az első térben elkülönült struktúrái, és hát nagyon örülünk neki, hogy ennek a finomabb részleteit éppen most szószoros értelmében napjainkban derítjük ki a fizika, és ennek az élvonalában egy csomó magyar kutató ott van. Köszönöm szépen a figyelmet!